A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Gyűjtünk egy kis pénzt, olvastam itt a szünet alatt, hogy fapados űrutazás jön, olvastátok? Tjú, de szenzációs a dolog. Tudod, mennyit kellett eddig fizetni azért, hogy föl tudjál menni az űrbe? 3-4 milliárd forintot. 12 millió forintból már úgy néz ki, hogy a 2014-es vagy 15-ös évben föl tudsz menni egészen magasra, hogy már lásd a Földnek a görbületét. Lehet, hogy csak még 16-ban indul. És mitől fapados? Csak oda? Igen. Vagy állójeggyel. Állójeggyel. Nem. Ugye eddig kb. 20 millió dollárt kellett becsengetni, hogy mehessél. Na most az, a 20 millió dollárhoz képest a 12 millió forint azért az meglehetősen fapadosnak mondható. Május 17. És a föld légkörének legfelső rétegeibe visznek el, ahonnan már ugye látszik a halvány kékség, látszik a feketesség, és 8,5 órát utazol, egy körülbelül 60 ezer dollárnak megfelelő összegért. Ez nem egy nagy összeg, ahhoz képest, amennyi volt mondjuk 4 milliárd forint. Hát sőt, nagyon olcsó, de azt hittem, hogy utazol egy min? Egy léggömbön. Mi? Kicsit fapados egy nyomorult, egy űrhajó. Egy léggömbbel visznek föl. Tehát az űrutazás lényege az, hogy egy 1,1 millió négyzetméter felületű léggömböt 2 óra alatt érik el a kb. 30 kilométeres magasságot. Ez a stratoszféra határa egyébként. Ott te fotózol, van wifi a kabinban, azonnal tudod posztolni a fotóidat, és utána szabad esésbe jössz le egy 4 percig, leoldják a léggömböt, maga a kabin egy 4 perces szabad esésben lejön, és utána valóban becsapott az arizonai sivatagba. És ez 12 millió forint. A 4 perces szabad esés azért az vidám. A 3,5 perc, 4 perces szabad esés van, igen, amikor az utasok megtapasztalják, hogy milyen a súlytalanság. Mert akkor ugye valahogy olyan íve jössz le, hogy 0G van, esel, és te közben súlytalanul repkedsz. Utána nyit egy ejtőernyő? Utána van egy fékezőernyő, igen. Magát a kabint lefékezik a fékezőernyők, és becsapódsz az arizonai sivatagba. Ez már nem tűnik elérhetetlennek. Sok a 12 millió, nem azt mondom, de a 4 milliárdhoz képest ez nem rossz, nem? Nem a pénze sok, hanem azért, tehát hogy 4 percig esel a föld felé. 4 percig súlytalanul repkedsz ott, mondjuk tized magaddal, igen. Azt nem lehet esetleg kérni, hogy mondjuk az óceánba esünk, és ne az arizonai sivatag, mert valahogy nekem az egy picit olyan döccenősebbnek tűnik. A homok tompi. 50 méter felett már azt mondják, hogy mindegy, hogy víz vagy beton. Tehát ha stratoszférából érkezel, akkor ne gondold azt, hogy a hullámok téged. De legalább a tudat. Igen, igen. A hullámok téged olyan szépen elnyelnek. Na ezért az Anetka milyen magasan volt? 158 az. 160-162 cent, igen. Ha magas sarkút vett fel, 170. Ő felment valamilyen leszakadt miggel, nem? Hát azért annyira nem. Szerintem annyira nem volt leszakadt az a mig. De... Hát valami ilyen 254-esre fölültetek, és valahol fölment, ott csinált 2 fotót, elment ugye Csillagvárosba, ott készült kicsit. Igen. Csak hogy tudjuk, hogy magasabban lennénk, mint a Netka, vagy aki fölmegy. Szerintem körülbelül ugyanaz. Körülbelül is ilyen 30 kilométert karcolt alulról? Igen. Láttam fotókat, gyerekek, ez szenzációs. Lehet. Tehát ott az egy olyan misztikus élmény lehet, meg egy annyira földön túli, hogy ott szerintem amikor azért... Amikor egy negligébe takarított? Amikor ült a Budapest TV-n egy bőrkanapébe egy hatalmas nagy Antarktisz méretű terpesszel a lába között, és betelefonálókkal beszélgetett, arra emlékszem egyébként, igen. Vagy mesztelenül tornázott. Emlékszem, szép idők voltak. És elindultak a kalapos kutatók a dzsungelbe. A Budapest TV-n akkor egy generáció szocializálódott. Zseniális, tehát, volt. Zseniális volt. És azt lehet kérni, hogy Lexike legyen az idegen. Lexike Space Project tervezeti? És azon gondolkozom, hogy befizetsz 12 millió forintot, mi van szar a társaság? Hát, figyelj, azért 8 óra azt azért ki lehet bírni. Pesgőt kapsz, koktélt is kapsz, és benne van az árban a 12 millió forintban az utaskísérő rövid eligazítása. És állítólag már látszanak a fénylő csillagok. Hát azért az... Most 8,5 óra lett egy rövid eligazítás. Hát ez csak egy rövid eligazítás. Rövid, de fontos. Azt ne húzza meg. Mondom, ne! De mi egy ilyen űrutazás, mi az eligazítás? Hogy jön egy sztyúvi, és akkor nyakába tesz egy ilyen mentő mellényt, és ugyanúgy megfújja, mutatja a vészket. Hogy kell elképzelni? Mit tudsz csinálni? Tehát mit kell rajtad eligazítani? Bármit te ott meg tudsz majd oldani önerőből? Vagy meg tudod menteni a helyzetet? Miről szólott egy eligazítás?
Ugye, tehát olyan nagyon sok mindent ott nem tudsz csinálni. Nyissa ki a száját zuhanás közben. Az fontos. Nehogy a nyomás. 2006-ban nézem, Anetka egy MiG 31-essel ment fel 30 kilométerre. Igen. Hát akkor ő is ott volt. Ott. Az hogy csinálta akkor ő meg? Vagy oda valaki befizette? Beült, becsukták a tetejét. Na jó, tehát nem minden föl. Gyújtást adott a... Gyújtást, egy hidegindítás. Izzító gyertek, egy kicsit melegedtek. Nem, én azt hittem, hogy valamilyen bagatel magasságban volt. Tehát, mi vagyunk 10 000-en az utasszállítóval, ő meg fölment 13 000-re, és akkor ha ő fölment 30 kilométerre, hát akkor az ott a stratoszférának a teteje volt. Na most azért érdekes, mert komoly kiképzést kapott, tehát most ide meg nem kell kiképzés? Bocsánat. Hát ő kim volt Csillagvárosban? Igen, ő kiment Csillagvárosba, és igen kiképezték. Bocsánat, hogy tiszteletlen vagyok, éveleje van, ha engedjem meg magamnak, hogy volt, hát kijavítanálok is benneteket. 45-55 kilométer magasságba jutott el a mozgási energiának köszönhetően. 30 kilométeres magasságig emelkedtek a hajtóművek segítségével, de ott kikapcsolták a hajtóművet, és a mozgási energiának köszönhetően, mondom, 45-55 kilométer magasságig emelkedtek a MiG 31-jel. Lehet, hogy nem így tervezték, de ez történt. Lehet, hogy ezen már a pilóta is csodálkozott. Ütögette, hogy nem kéne ilyen magasan lennünk. Olyan Isten, rendel a vízszerre. Igen. Hát miért nem osztok kettőt? Tehát akkor fölmentek majdnem 50 kilométerre? Igen. Tehát akkor befizesz 12 millió forintot, és nem tudod lepipálni Anetkát. Hát, nem is lehet. Mi van? Hát hazamegyek, elolvasom az egészet. Figyeljetek, aztán onnan 18 kilométeres magasságig zuhani kezdtek, ebből a következően 8 percig voltak a súlytalanság állapotában folyamatosan. De az nem zuhansz, tehát a súlytalanság az nem a zuhanás. Hagyd, javítsa ki olyan dolgokat, amiről fingotolni. Ami egy olyan balgasság, hogyha űrutazni akarsz, a súlytalanság nem zuhanás. A súlytalanság az, amikor a súlytalanság állapota a zuhanásból következett. Tehát a súlytalanság meg a zuhanás az nyilván nem ugyanaz. Ebben osztom a nézetet. Figyelj, most két asztrofizikus megbeszélgetik. Figyelj, milyen magasrögtű beszélgetés lesz ez. Kedves kolléga, hadd javítsam ki, a súlytalanság nem a zuhanás. A súlytalanság az, amikor 0G van. Tehát ugye most te állsz 1G-vel. Ez az 1G. Van a negatív G, van a pozitív G. Lefele mész, fölfele mész. A súlytalanság, amikor a plusz 1G meg a mínusz 1G kiegyenlítődik, és 0G-ben vagy. Az a súlytalanság. De akkor te nem zuhansz, hanem egy ilyen parabolisztikus, nem tudom milyen pályán esel lefelé. De nem fejjel lefelé zuhan, mint ez a telefon. Ha ezt most lejtem, érted? Hanem elindul, és egy ilyen parabolikus íven, így szépen egy íven jön le. Akkor van 0G, kiegyenlítődik az 1G. Vadon professzor úr? Ez a telefon, ez itt a kezemben, ez 0G. Nem, ezt így elejtem. Ez nem null, ez nem, tehát ez a zuhanás, de ez nem 0G, mert hat rá a gravitáció. Tehát ez akkor mínusz 1G-vel rohan lefelé, vagy 2-vel. Hát ez most mínusz 2 kiló. Ez most mínusz 140 000 volt, igen, betört a kijelző. De egyébként a súlytalanság állapotát azt lehet reprodukálni akár bármikor egy sportrepülőgéppel is. Igen, a sportrepülőgép, tehát én amikor Bessenyevén repültem, akkor megmutatta, hogy most figyelj, azt mondja, hogy súlytalanság, és egy ilyen lefelé ívelő pályán hozza le, és akkor a kezed elkezd fölfelé emelkedni. Akkor van 0G rajta, tehát nincs rajtad G. Az a súlytalanság. Vadon professzor, cáfolja ezt? Nem, egyet tudok érteni. Ez a súlytalanság. És ez 4 percig éled át? 8. 8 percig? 8-ig, 2x4. Hát ez úgy volt, hogy 4-ig a pilóta, 4-ig az Anet, és így 8. De nem, mert azért ott, nem azon gondolkozom, milyen, amikor ott egy sztyubival, meg egy pesgős üveggel, meg pesgős porral, akkor ott 8 ilyen multimilliómossal azért ott finoman ellebegsz, nem? Kicsit odaúszol a levegőbe mellé, kicsit visszaúszol, hát annak azért van egyfajta hata, rámennek a sztyubira, mert már kicsit berúgtak, a sztyubi is ott ellebeg, vagy le vagy kötve, és úgy vagy súlytalan, mert az ugye elég nyomorult, nem? A súlytalanságban az orgazmus is tovább tart? Persze. Nem, csak könnyebben tudod arcon lőni magad. Igen, és nehezebb terbe ejteni, mert sokkal tovább tart az út. Illetve el tudod kapni a levegőben, és meg tudsz vele dobni. Én annyira kipróbálnám ezt. Magát a súlytalanságot. Mindig, amikor látok űrhajósokat, annyira irigykedem, mert annyi humorforrás van benne, hogy te mit tudsz elengedni, meg hogy, tehát amikor a könycsepp ugye elindul a szeméből, kijön, és ott lebeg előtted a könycsepp, a vízcsepp, ugye, vagy megmutatták, hogy... Hát, az a baj, hogy minden csepp. Azért egy tűzszent tesz egy nagyot, és hogy mindenki elkezd menekülni a kabin másik oldalában, és így... És én így átdobom neked a zsebkendet, hogy rohadj meg!
Nem, azt az orosz űrhajósok megmutatták, hogy ugye egy szatyorba kakilnak. Tehát az úgy néz ki, hogy ő letolja a nadrágját, fogja a kis szatyrot, és ha nem talál bele, akkor még kézzel utána tudsz nyúlni, és vissza tudod rakni hát a zacsiba. Zacsival elkapod. Mondjuk ott azért milyen nagyot... Elkapod. Még Feri elmenne vécére, mi azért ott egy nagyot teniszeznénk, nem? Kapdosnátok. És kézzel el, amikor visszafordít, mert ugye nyilván nem csekkolod mindig, hogy mi történik bent a kabinban, és kézzel el, hogy a műszerektől érted, visszafordulsz a kis jegyzettömböddel, fordulsz meg is szépen lassan, és egyszer csak azt látod, hogy valami már nagyon közel lebeg az arcodhoz. És én először így nézed, és azon gondolkozz, hogy vajon mi ez? Fel. Vagy a pilótáknak még pempőt kell fogyasztani? Igen, és így megpróbálsz előle kijönni. Így, és megpróbálsz aláfordulni. És a szerencséd van, így elúszik így a feladat. Igen, és ekkor én megérkezek egy lepkehálóval. És megpróbálom szépen és finoman visszahúzni. Próbálok figyelmeztetni a hölgyet, aki még ott van veled a kabinba. Vigyázz! Nagy esdó! A súlytalanság alatt nem lassan ja, mondjuk hang. Igen. Mondjuk igen, miért beszélünk úgy, mint a hülyék? Tehát a súlytalanságnál vajon ugyanúgy tudsz beszélni, ugyanúgy, nem? Tehát nincs ez, hogy vigyázz, kaki! Viszont a mozgás azért az nehézkesebb. Az nehéz. Az sokkal nehezebb, igen. Főleg egy hasmenés esetén. Hát próbálj meg egy szatyrot magad alá rakni. Hát gondold, de mire beszakkörözött saját magad alá egy ilyen félig lebontott, ilyen teljes szatyrot. Ugye akkor megpróbálsz, nem tudod, hogy jó helyen van-e. Akkor elindul a dolog, egy pici darabot meglátsz, már látod, hogy a szatyor nincs jó helyen, megpróbálsz igazítani, ugye hátrébb húzod, igen. Akkor elől indul el valami, tehát azért az egy macerás dolog ott fönn. Mi van, ha 12 millió forintért rányjon a szarás? Bocsánat. Na, akkor mi van? Hát? Na, 12 milliót becsengete, és ott szarod össze magad a többiek előtt. Azért az milyen kellemetlen. Akkor valószínű, bemész egy súlytalanság ilyen WC-be, és akkor ott megmutatják, hogy ezt hogy kell? Mert ott egyáltalán most... Hát 8 órát vagy fönn. Nagyon buta laikus kérdés. Hát csak van budi. De ti okosak vagytok is, hogy ott van fönnszag? Ez egy jó kérdés. Tehát szag van, hang nincs, szag van. Mi hang? Mi nincs hang? Hát ön az asztrofizika professzor. A világűrben nincs hang. A hűhajón belül van, mert ott van levegő. Tehát mindent hallasz. Így van. És érzel is. Igen, csak annyit hallasz 12 millió. Haricál, nem is ettem kukoricát. Hallasz egy irgalmatlan recsenést, és ne a napelemek, ja? Csak nagy a baj. Tényleg, hát azért ott ehhez képest, így 12 millió forint, ilyen kalandokat tudsz átélni, azért nem egy akkora összeg, nyilván sok. De hát akkor ott kapsz egy eligazítást, tehát azért ez nagyon sok humorforrás. Ami hárman fölmennénk, szerintem jól szórakoznánk. Főleg abban a 4 perc súlytalanságban, nem? Hát igen. Főleg, hogyha mondjuk mi egy olyan géppel mennénk fel, vagy olyan űrállomásra, ahol beüzemelnénk az első vízöblítésest, hogy még nagyobb legyen a baj. És ők így dobálóznak egymással, azt láttam. Szenzációsak, nagyon sok ilyen súlytalanságos videót nézek, mert imádom. Már hogy egyik asztronauta dobálja a másikat? Nem, hogy úgy adok át neked valamit, hogy elindítom a levegőbe. Az megérkezik, visszadobod, zsebkendő, nyáldarab, ceruza. Tehát ők jegyzetelnek valamit, átadom neked a ceruzát, úgy elindítom a ceruzát. És te érte nyúlsz a levegőbe. És szemmel kapod el. Igen. Ez szenzációs. Egy falatod. És átúszik egy ilyen fasír. Egy darab császárszalonna így átúsz. Az a baj, hogy szerintem mi semmit nem látnánk abban, hogy milyen szép a kilátás, mert ezzel szórakoznánk végig, azt elhiszed? Egyébként azt meg lehetne csinálni, hogyha például át akar a felé küldeni az én számba egy kis rozét, akkor ő még be se fejezte, amikor a vége már elért hozzám. De hogy gond szívószálam? Tehát, még nálam nem, átfújja. Hát a Feri tudja azt, hogy ő óron szívja be, és fújja ki a száján. Óron viszem át. Vagy vissza a száján pohárból, és közben már óron fújja neked. Simán egyébként. Az nem annyira jó. Ja, gyerekek, azért ez, még hogy a pénzem boldogít. Azért, akinek van fölösleges 12 millió, és erre egy fölülsz, 60 ezer dollár, gondold el, hogy ott dollármilliómos vagy, az azt jelenti, hogy 60 ezer dollárt annyi pénzzel járkálsz a zsebedben. Nem pénz, nem? Ez brutálisan sokan fognak menni. Nem? Most egy orosz, vagy egy amerikai, vagy nem tudom, egy japán, vagy kínai dollármilliómosnak most 60 ezer dollárt becsengetni, hát nem egy megterhelő összeg. De ki akar ezekkel fölmenni? Mi az, hogy ki? Bár. Hát úgy lenne igazán jó móka, hogy neked valaki összedobta pénzt, sincs ott ülsz, nem tudom, hány milliómos között, és játszol a súlytalansággal. Kaptál születésnapodra tandemugrást. Kicsit igen, más, egyszer. Meg kicsit olcsóbb. Ja, hogy egy kussoljak arra. Igen. De hogy képzeld, hogy az van, hogy egyébként utazol fel. Mennyi ez forintba? 25 ezer volt a tandemugrás. Ja, nem az. Ja, az 13. Azt tudom, mit már mondtad 20-szor. Minden nap elmondom neked. Nem, az 60 ezer dolar, 13 millió forint, 12 millió forint, nem tudom.
Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Bejegyeztek új utóneveket, és erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hová züllik ez az ország szellemileg, mert hát rögtön érezni fogjátok ti is, hogy az utónevek terén egyébként nem kell nagyon a szomszédba menni, ha az ember elborult agyakkal akar találkozni, hogy ki milyen nevet ad a gyermekének. 2013. december 1-én frissítették a listát, amibe ugye elvileg olyan nevek kerülhetnek bele, amiket a szülők kérnek. Tehát ha sokan kérnek valamit, akkor a... Igen, grémium elgondolkozik, hogy az beteszi. A Tudományos Akadémia, a Magyar Tudományos Akadémia, azt hiszem a Nyelvtudományi Intézete dönt arról, hogy kik kerülhetnek be, milyen új neveket vesznek föl a listára. Nyilván, ha nagy az igény, mint a Frodo iránt, akkor elgondolkoznak azon, hogy lehet-e Frodo, és megszavazzák, vagy a testület úgy dönt, hogy berakja. Tehát, hogy ha például Feri azt igényelni, hogy mondjuk a harmadik gyermeküknek az legyen a neve, hogy Rákóczi Lamborghini, vagy... Akkor azt lehet, vagy, ha sok Lamborghini, Rákóczi Romeo. Akkor lehetne? Lehetne. Ha nagyon sokan kérik, illetve nem, én kérvényezhetem, tehát ha én egyedüli vagyok a Campagnolo névvel, akkor én kérvényezem, ők eldöntik. Amennyiben igen mondanak, akkor utána már, ha sokan kérik, akkor be is fogják emelni az utónév könyvbe, és akkor benne is lesz. És benne lesz, és te meg igen, előbb-utóbb bekerül, és meg tudod nézni, hogy mi az, ami menő. Elképesztő neveket találsz rajta. Tehát, hogy így nem hiszed el, hogy valaki azt szeretné, hogy Fahénak hívják a gyermekét. Az aranyom. Hát, vagy szereti. Fahé. Aha. Tehát, hogy mit tudom, Kovács Fahé. A kis Kovács Fahé. Miért? Hát most miért? Ha valaki imádja a fahét, én ismerek olyat konkrétan, aki nagy mennyiségben szereti fogyasztani. Ugye, igen, tudom, csak nagyon, nagyon tüsszöksz tőle. Gyömbér, Ozora. Ozora. Húha, ott a pulyék szóra. Ozora. Ott bízom bele, hogy mondjuk az ozorai vár miatt, de nem valószínűleg. Nem, valószínűleg nem az ozora. De hogy találja valaki azt ki, hogy gyömbérnek hívja a gyerekét? Mondjuk az tök jó, mert elmész érte az óvodába, akkor csak annyit mész, hogy jövök, mindjárt elmentem gyömbér. Hova mész kicsi? Hát megyek gyömbér az óviba. De tudok, ilyen alapon kenyérnek is hív, vagy hogy megyek kenyér, nem? De miért most? Eperke van például. Na jó, de az eperke, hát azért az Málna, már egy az kicsit becéző, de mi, hogy mondjam, Kovácsovics Málna. Málna az aranyos, ez nekem tetszik. Málna. Ez cuki. Igen. Ne hívjatok, nem, ne tetszik a Málna. Nem akarunk Málnának hívni, de úgy... Ne ijedj meg, semmi gond. Ne hívjatok már Málna. Ne mondjátok komolyan, ne mondjátok nekem, hogy, de, gyönyörű hogy az, hogy te Málnának hívod. Nekem ez tetszik. Gyerekek, gondoljatok arra, ez a gyerek egyszer megnő, ez egy 30 éves állásinterjúra elmenő, az életért harcoló, egzisztenciális küzdelmet felvevő ember lesz. Igen. 30 éves, akit Málnának hívnak. Igen, bemegy a főnökhöz, és azt mondja, hogy Málna vagyok, és ő már is látja maga előtt a tejszínhabos tálalást. Igen, Kovács Málna vagyok. Kovács Málna. Mert ugye az ember mindig arra gondol, hogy gyereknek milyen cuki az a név. Hát az a gyerek egyszer megnő. 30 évesen te örülnél komolyan, ha az anyád Málnának hívna? Vagy hát gyömbérnek? Gyömbérnek. Rád kiabálni, és azt mondja, hogy Málna, gurulj ide! Miért elbízott a gyerek? Kövére Málna. Mert a Málna női név, a gyömbér például fiú név. Nem? A gyömbér az fiú név. Hát szerintem a gyömbér az fiú név. Miért a gyömbér az egy abszolút fiú név. A Málna, nekem az nem egy gyömbér... koedukált név, tehát lehet ez is az is. Nekem a gyömbérről mindig az aranyér jut eszembe, nem tudom miért, kapcsolom össze. Tehát gyömbér aranyér. Tehát Kovács gyömbér. Aha, igen. Tehát a tornasorból lépjen ki gyömbér, Krisztián és Béla. És Fahé. Mondjuk Fahé. Az... De Fahé az fiú név, hogy jegyzik be? Fahé az lány. Az lány név? Szerintem az lány. Tehát Horváth Fahé. Igen. És hogy becézgeted? Fahéka? Fahi. 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 Nem á. A 2010-es évek legnagyobb nyertesei egyébként Frodo, Jézus. Gandalf és Boromír. Na, miért? Jó. Na, vajon miért? Boromír. Gandalf és Frodo, ezek bekerültek az utónévkönyvbe. És a fehér a családi neved, akkor fehér Gandalf, tessék. Vagy szürke. Vagy szürke Gandalf. És akkor mindig így köszönsz el anyától, hogy jöttöm rá, 5 nap múlva számítsatok. Pirkadatkor kellett felölte, de így köszönsz el, amikor elmész az iskolába. Vagyok, akkor már nagy a baj. Jöttöm rá, 5 nap múlva számítsatok. Árven, Mória, Rúna és a Tünde, ezek szintén bekerültek. Hát, a Tünde jó. Az aranyos. Ne, de mi van veletek? Megőrültetek? Mi lenne? Ezek cuki tünde. Aranyos. Tünde. Nekem igen, a Mória is tünde az jó. Jókai Mória. Tehát, de miért nem? Hát... Nézd a kis Móriát, Mória bányáiból. Nem mondjátok, hogyha valaki Frodónak hívja a gyermekét, az teljesen normális.
tehát annyira nem lehetsz fanatikus, hogy a te saját gyűrűk ura rajongásodat egyébként viselteted valakivel egy életen keresztül. A te nyomorodat viselt te, nem? De ez nem tehát nyomor, ez egy jó dolog tartozni valahova, valakihez. Nem? Van, aki bejegyezhető már a Mateusz, a Raúl, a Romário és a Ronaldo is. Hát, na most azzal mi baj van? Hát azért... Hát jó focista neve. Mateusz, a kis... Hát jó, ő annyira nem, de... És ez mit jön én, hogy nekünk lenne Beninek tesó, akkor Sebestyén Mateusz például. A baza, az a fura, hogy ugye az egy családi név. Mert hogy ugye neki a keresztneve Lothár. Igen, tehát, igen. Hogy a családi nevét jegyeztetik be Magyarországon keresztnévnek. Ezért elég fura. Ez is fura, és hogy a Magyar Tudományos Akadémia egyébként tudja, hogy a Mória az a Mória bányáiból, a Gyűrűk urából jön? Vagy mit tudom én, a Boromír, vagy a Gandalf? Vagy ott ülnek, és azt mondják, hogy te Doki! Ki az a Gandalf? Tudományos Akadémia, hát szerintem vannak ott azért olvasott emberek, talán hallottak róla. De nem biztos, hogy Gönc Árpád fordításában végig belekedték magukat a Gyűrűk ura első kötetének a 100. oldaláig, amíg nem tudsz végigolvasni, utána már nagyon jó. Szerintem kiguglizzál. Csak. Mateuszt esszel írják? Magyar az írásmód? Mateusz esszel, így van. Mateusz esszel. Tehát nem TH igen. És S, hanem Mateusz. Az már kellemetlen. És S betű a végén. Sima ügy. Na, mindjárt utána járunk, hogy hogy van ez. Mind jó. A Málna is, Fahéj. Akkor miért nem hívott Fahéjnak a gyereket? Mert akkor még jó. Nem lehetett. Mert egyébként is én kolbásznak akartam. egyébként is. Pacal, gyere ide. Horváth, Pármai, Rákóczi, Sonka, Ferenc. Rákóczi, Sonka, az tök jól hangzik. Kicsi Sonkácska, gyere ide. Ízleges, Rákóczi, Pacal. Hogy hívják azt a gépet, amit szeretnél már nagyon régóta? Sonka, vágó. Sonka szelete. Nem, tudod, amelyikkel, hogy hívják? A nagy piros, ami 1 millióba kerül, vagy melyik? Az, ami a pára alatt főz, vagy... Szuvid, Rákóczi Szuvid. És Rákóczi Szuvid, Ferencke Sonka. Rákóczi Szuvid? Betegek vagytok, ha a Fahéjat normálisnak gondolom. Nem, én a Málnát. A Fahéj az olyan, de a Málna az aranyos, azt tetszik. De egyszer megnő, Jani. Hát akkor nagy Málna. Málna szívem. Mondjuk az a vezeték, hogy nagy. Na, van egy kis segítségünk, Rácz Judit, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet munkatársa. Hello Judit, jó reggelt! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kezdi csókolom, tetszettek olvasni a Gyűrűk urát? Persze! Judit, jó a kérdés, amit a Jani kérdez, hogy például Gandalf vagy Frodo érkezik, akkor nyilván ez kicsit közhelyesnek számít, de hogy ti minden esetben utána néztek, hogy vajon az illető honnan szedhette a nevet, vagy miért ragaszkodik ahhoz? Hát amikor tudunk, mert azért ma már annyira színes a szülők névadási fantáziája, hogy most a legújabb a japán mangákból keresnek nevet a gyerekeknek. És elég nehéz ez a kutató munka, amikor kitaláljuk, hogy vajon honnét. Persze azért arra is kell gondolni, hogy sokszor, ugye itt az előbb szórakoztatok a Málnával, de adható a Szilva név is, nem idén. Szilva meg a Cseresznye. De Judit, komolyan kérdezem, hogy miért engeditek? Hát ennek a gyereknek föl kell nőni. Tehát az, hogy valakit kis Szilvának hívnak, és az a Szilva egyszer igen, csak igen, ne engedjétek. Hát mondjátok ez azt, nem, hogy nem. Nem rajtunk múlik, hogyha én megmutatnám, hogy mi mennyi levelet kapunk a szülőktől, amikor valamit nem engedünk, és akkor mindent megpróbálnak, mindent latba vetnek, megfenyegetnek, elmennek az ombudsmanig. Olyan eset is. Ebben mi nem szólhatunk bele, tehát ha valami valahol egyszer névként szerepelt, akkor ha magyar helyesírással írják le, akkor annak zöld utat kell adni. Tehát, hogyha valamit egyszer valamikor leírtak? De nem, tehát valahol névként szerepel. Névként szerepel. Mondjuk a Szilva, mi a Szilvára gondolunk, a szép kis kék gyümölcsre, de a Szilva tulajdonképpen a Szilvia névnek más nyelvek. Igen, José Szilva ugye az agykontról megalakítója is. Például, tehát, ő is Szilva, csak gondolom a maga gyümölcs az más jelent. Igen. Tudsz olyanokat mondani, amiket nem engedélyeztetek? Tehát amiket elutasítottatok, csak hogy tudjuk, hogy például mivel keresnek, meg milyen elmehagyott ötletek jönnek a szülőktől, amire azt mondtátok, hogy na jó, ezt igen, nem. Igen, mondok néhányat. Ami tavaly ütötte föl a fejét, hogy egyszerűen magyar neveket próbálnak ékezet nélkül. Tehát Ildikó, rövidóval. Vagy Peter, vagy Nóra. A másik nagyon sokan angolos. Uh-huh. Bocsánat, csak hogy a Nórát hogy mondod máshogy? Nóra. Nóra. Hát Nóra. Ez külföldön, ha a gyerek
kimegy majd tanulni, de azt nem tudják a szülők, hogy abban a pillanatban, ahol kimegy valaki külföldre tanulni, az ékezetek úgyis lepotyognak, tehát ott már nem használják. Mondjuk nekem könnyű, mert Finnországban például Jani az Jani. Az Jani, így van. Igen, csak alsógatját jelent. Mondok akkor néhány aranyos mesefigura nevet. Maminti, Bogyó Babóca, Bibi, Szivárvány, Baba. És nagyon gyakori, a nőknél már elfogadott meg, bevált, hogy beceneveket jegyeztetnek be. Abból is szép volt tavaly, Irénke, Böske, Jolánka. Viszont a fiúknál is elkezdik ezt, hogy Marci, a Zola, az a Zoltánnak a becézett alakja. Mondjuk azt, hogy Zola, hát az azt hiszem, nézd meg. Én megnéztem a Nyelvtudományi Intézet, miket utasított el, és találtam még egy-kettőt, Dömper. Ez nem igaz. Ez hülyeség. Ez egy városi legenda, és erről külön kis tanulmányt lehetne. Kisherceg televíziós skolasztika. Na, kisherceg volt, televízió nem volt. A skolasztika az meg egy nagyon nagy butaság, mert a skolasztika a múlt században is adható név volt. Benne van a Ladó névben. Tehát az a cikk, amit olvastatok, az egy nagyon-nagyon téves és rossz cikk, és hát én már jelentem. Ugye az a középkorban egy nagyon gyakori név volt. És ebben a felsorolásban szerepel a Csikó is, ami egy ős magyar név volt. Mondjuk azért, ha a radiátor igaz, azt megnézném azt a szülőt, nem? Igen. Tehát aki elindul harcba száll azért, hogy az én nevem legyen radiátor, hogy tudja a gyerek nem identitását, vagy tehát, hogy mi az árukapcsolás. Igen, apa, miért legyen az én nevem radiátor? Neked is tisztességes magyar neved. Lemez István. Na, például ilyenben nem szólhatunk bele, hogy a családnév és a keresztnévnek milyen a viszonya egymáshoz. Például a Földi Eper az nyugodtan lehet valaki. De arra jó, szegény gyerek. Olyan cuki. Hogy hívják? Földi Eper. Következő állásinterjú érkezik hozzánk, Földi Eper. Szerinted felveszik? Igen. Vagy Erdei Szamóca, az is lehet. Az is aranyos. De akkor miért nem Sper Marian? Vagy akkor mondjuk már el ilyeneket, én ebből nagyon sokat tudok. Tehát a Winchester az abszolút nálam nagyon el. Itt van a risotto. Tehát... Vagy a barna naspolya. Igen. Én elviekben akkor, hogyha ha nincsen semmi kifogása az akadémiának ellene, akkor bármilyen rajzfilm karakter nevét viselhetni az én gyermekem? Hát ha az név. Tehát valahol névként szerepel, magyarul írjuk le, illetve ami nagyon fontos, mégis erre jogszabály van, hogy fiúnak csak férfi nevet, lánynak csak lány nevet, nálunk nincsenek szex nevek, ugye, és azért a világ tele van. Most a Szivárvány az például azért, hát itt a sok fiúra, sok lányra ráillik. Tehát az például, hát igen. Az hova tesz a Szivárvány, micsoda? Egyébként a Szivárvány azt hiszem lánynak kérték. Aha, mondjuk fiúnak jó nagy kiszúrás. Ja, igen. Gyere Szívi! Gyere Szívi, kibígyunk valamit, na menj anyádba. Igen. Hát igen, mondjuk én vajban lennék, mert nekem az egyik kedvenc rajzfilm karakterem az a South Parkból a Kula bácsit. Hát igen. És nem hangzott név, bejegyezem. Nézd, és akkor mondanád a saját gyerekedről, nézd a kis Kula, hogy pislog. Nézd, megfordult. Nézd a kis kulabát. Már kúszik. Bocsánat. Milyen nevek vannak a mangában? Mert azt is említetted, hogy manga nevek azok nagyon mennek. Judit, hogy tudsz abból egyet-kettőt fejből, hogy most milyen... Hát most így fejből nem tudok, mert néha egész meglepődöm én is, mikor találkozom velük. A másik a sorozatokból még mindig mennek nevek. Egy baj van, hogy én nem nézem a sorozatokat. De mi török... megy a Bobby, meg a Jockey, meg ezek mennek? Vagy nem, ez nem, Zaura, azok vagy már mi? Nem. Aha. Nem. Török nevek mennek. A Rüja, Ján. Ja, hát most megy persze Szulejmán. Igen. Tehát ezek is hatnak. Nagyon-nagyon gazdag. Tehát régen azért úgy meg lehetett mondani, hogy most vagy tiszteleti név, ugye a szülők után kapja a nevet, vagy valamilyen család. És amikor fölvesznek egy olyan nevet, ami még nem volt, akkor ahhoz a névnapot ők jelölik ki? Vagy ez hogy van? Nem, ez hatalmas gond, mert ugye megkérik a nevet, meg is adjuk. A névnap az egy katolikus hagyomány, ugye azoknak a neveknek van igazán névnapjuk, amelyeknek van védőszentjük. Na most hát azért se a cseresznyének, se a csinyerének nincsen védőszentje. Ilyenkor van úgy, hogy a szülők javasolnak névnapot. Nekünk most van a honlapunkon egy új keresőrendszer, és ebbe beírjuk a névnapokat is.
akkor beírjuk ezt, mint javasolt névnap, illetve most megalakult egy naptári bizottság, és a naptári bizottság azt javasolja, hogy azt legyen... Azt értettem, hogy magtári. Nem, naptári, nem. És akkor ők javasolják, hogy mikor legyen névnap? Igen, illetve van négy, tehát próbálunk négy napot majd kijelölni, és ez a négy nap ilyen általános névnap lesz. Mondjuk az epret májusra tenném, nem? Így tehát, van, hogy egy epret szeptemberre tenni kifejezetten kiszúrás. Én javasolnám, hogyha tanácsnálok vagytok, akkor csörögjetek rá Bálint gazdára, és akkor megmondja, hogy... Ja, Istenem, hát ez annyira szörnyű, amikor a szülők saját maguk szórakoztatására, vagy meg nem élt vágyaiknak, vagy rajongásuk tárgyaként használják a majd megszületendő gyereküket, nem? És így nevezik el. Hát ez szörnyű. Tragikus, és nagyon érdekes, hogy Amerikában például vizsgálták azt, hogy az alsóbb osztályba tartozó szülők, akik azok adnak márka nevet a gyereknek, mert ugye nekik elérhetetlenek azoknak a márkáknak a használata, és akkor mit tudom én, Chivas Regalt, meg Nivea, meg Evian a gyereknek. Atya Isten, nézd a kis Johnny Walker, hogyan indult. Nézd a kis Johnny Walker, milyen ügyesen jár már. Igen. Fekete vagy piros címkés. Te jó Isten. Te jó hangzik. Nézd a kis vadon kecsúá. Nézd a kis Lexus, hogy elindult. Na jól van, hát nagyon szépen köszönjük. Azért nektek se könnyű ott az akadémiánál. Nem könnyű. Judit, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Szívesen. Jó munkát neked, köszönjük szépen. Köszönöm, viszont hallásra. Köszönjük, dr. Rácz Judittal beszélgettünk. Igen, mert tényleg nehezen tudnak lehet később a gyerekek azonosulni ezzel. Mert hogy nem a te álmaid, nem a te vágyaid, hanem a szüleidé. Hát meg tudod, hogy hülye neved van. Meg nem éltek. Hát meg hülye neved van. Hogy hangozna most tényleg második gyereketeknek az lenne, vagy Sebestyén Anália. Miért pont ez? De tényleg. Azt gondolom, hogy talán egy kicsit tovább mentünk. Igen. Sebestyén morzsász be a reaktorba, Gábor. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Ugye hát itt a nevekkel foglalkoztunk, és arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia legutóbb, ugye 2013. december 1-én frissítette a listát. És beszéltünk Judittal, a Nyelvtudományi Intézet munkatársával, aki elmondta, hogy hát hihetetlen, hogy milyen neveket próbálnak bejegyezni, hogy jegyeznek is be. És írja valaki például azt az SMS-t, mondjam, megkeresem, hogy a fiamat Frodónak hívják. És na, normális és vagyok. Ez se smiley jel, tehát valószínűleg ez komoly. Beszéltél vele? Igen. Mit mondod? Valóban 2006-ban adta a fiának ezt a nevet. Hogy Frodo? Német a vezeték név, Német Sándor Frodo. Aha. Igen. Uh-huh. És benne volt már az utónévkönyvben, és nekik ez nagyon megtetszett. De van csak Frodo, aki nem adott mellé más nevet. Mondjuk, ha nem Zsákos a vezeték neved, nem akkor a kiszúrás, akkor nem nagy gond. De hát akkor ha Zsákos vagy, akkor az úgy kicsit kellemetlen. És ha családi neve Hobbit. Igen. Hobbit Frodo. Hobbit Frodo. Hát azt igen. Szegény gyereket szerintem azért sokat fogják szívatni. Azt mondja, biztos. Hogy azért adta a második névnek a Frodót, hogy ha akarja, használja, ha akarja nem. Aha. Aha. És akkor ha akarja mondjuk Sándor, használja, ha akarja a Frodo. Az egy kegyes dolog. Tehát azért majd az ívet azért ettől függetlenül. Nekem is mondjuk a harmadik nevem kicsit konzervatív, de hát ugye hát ritkán használom. Nektek csak Oti, jó? Mástól megkövetelem az Ottót, de nektek. Otto, azért nem piskóta, nem? Hát... Mondhatni már maradi. Picit. Most mondjuk nekem az egyik kedvenc, ilyen rajzművősöm volt Otto király. Nem tudom, emlékeztek el. Hogyne. Megvan-e. Hát, ahogy Otto király örült, úgy nem örült senki, hiszen amikor örült, akkor egyszerre így a négy végtagja, így négy céldobodat, zseniális volt. Szerintetek vannak olyan nevek, amik viszont kihalnak? Tehát jönnek az újak, de hogy szerintem például, na például ilyen az Otto. Tehát, hogy ezt ma már szerintem élő ember nem adja nagyon Károly a gyerekének. Károly is szerintem a kevés Károly, van. Az Otto, a Kázsmér, nem? A Kálmán. Zuárd. Tehát Zuárd. Zuárd. Ezek ez szerintem Zuárd. Zuárd, Zuárd. Igen, ez, hát menő volt régen. Igen. Ez milyen elegáns, hát egy sétapálcával egy úriember. Zuárd. Tehát Kálmán szerintem az elmúlt 10 évben egy ember nem adott a gyerekének. Biztos, hogy van. Jó, egy, de hogy 5-nél több Kálmán a 2013-as évben szerintem nem Kálmi. Volt, az egész biztos. Nehezen becézhető.
Szerintem nem is csak ezért, hát ódivatú, konzervatív, lejárt, elmúlt. Most nem akarom a kálmánokat bántani, senki nem sért ugye meg, akik kálmának hívnak. Mindjárt várom jönnek a Jánosok nem, és a Ferencek. Ilyen, például ilyen a Balázs is szerintem, hogy volt egy nagy felívelése. Hát azért klasszik, ezek mindig lesznek. Ó, hát nem hagyom azért kihalni, esze. Tehát nyilván azért, azért. Meg lehet változtatni, hát érted, a kálmánból is lehet például Filip. Értitek. Na hát most egy olyan emberrel szórakozol, aki éppen most kapott új műsor, csak mondom. Úgyhogy azért nem. És alelnök. És alelnök, ráadásul új műsor lesz, és kinyit olyan aktákat, amik eddig zárva voltak. Igen, az M1X aktáját most Mulder Kálmán Filip csinálja majd, úgyhogy vele most én nem szórakoznék, mert ott 89-es aktákat nyitogat, úgyhogy... Na mindegy, hát ez van. Ott azért majd belenéz egy-két dologba, azt nehogy aztán kiderüljön ez az. De biztos nem fog sokba kerülni, hiszen nem kerülhet sokba. Tavaly nagyon sok elment a tüzelőre. Most azzal megint mi a baj? Egy nagyon szép műsor volt, az a baj, hogy nem voltál rá nyitott és fogékony. Az a baj, hogy nem ültett körbe a tüzet. Igen. Így van, hogy nem énekelhettük együtt. Igen. Miközben te dobozgitáron kísértek. Mit tudod, olyan, engem megkívta, olyan óhájót rakok oda neked, hogy besírtál volna. 16 annát, romsz és mennyi a bét. Na, de mi az, ami még kihalt? Csajoknál például mi? Hát gondolom a klasszikusokat. Hát, Klasszikus, az Olga, az egészen biztos, hogy Olga a eltűnnek az Olgák. Nem? Hát... Tehát Olga szerintem 30 év múlva nem lesz nő. Nekem bejönnek. Megmondom, ezek a szláv nevek, ezek megmondom őszintén nektek. Jó, de bejönnek. Te látsz egy ilyen nagyon szigorú, szemüveges, miniszoknyás, ilyen orosz milfet. Ilyen, igen, ilyen feszesen roppanósra fonott... Igen. Coppokkal. Coppok, egy jó orosz milfet látsz magad előtt, akit Olgának hívnak. De nem így van, ez egy természetes velejárója, hogy kihalnak nevek. Vajon tudni fogjuk, hogy mikor hal meg az utolsó Olga? Hát nem, de küldhetne SMS-t valaki. Igen, már. Ezt most komolyan mondom. Kedves Balázs, már az utolsókat rúgom. Nem arra gondolok, hanem a statisztikai hivatal azt mondaná, hogy uraim, hölgyeim, nagy bejelenteni valónk van. 2013. december 4-én elhalálozott az utolsó Olga az országban, és nem jegyeztek be újat, tehát jelen állás szerint az Ottók és az Olgák Magyarországon kihaltak. És elmondaná a statisztikai hivatal, hogy kihalt egy szép hagyományokkal rendelkező germán, vagy szláv, vagy latin eredetű név az országból, nincs több. Tehát amikor az utolsó Kálmán kileheli a lelkét, akkor tudnánk, hogy nincs több Kálmán Magyarországon. Ezt milyen jó lenne ez tudni, nem? Lenne. Hogy tudod, hogy egy név ebben a pillanatban a múlt élet. Ezt kellett volna megkérdezni. Hogy tudják-e ezt? Ez valószínűleg nem nyilván. Hogy mi az a név, amit mondjuk 2010, mi volt tavaly? 3-ban? Aki 2013-ban egyáltalán nem adtak mondjuk a korábbi évekhez képest, de tényleg egyáltalán nem, egy szokványosnak mondható köznapi név, amit 2013-ban egyetlen gyerek sem kapott meg, mert igen. Például, mert ódivatú. És vannak a nagy slágerek, amik viszont soha nem mennek ki. A Ferenc, Infa. Nem? Például, tényleg. Á, szerintem azok sem mennek. Igen. Szerintem nem mennek. Ezek János, szerintem nagy János mindig azok lesz. Mennek. János, Ferenc, Krisztián, Gábor, Dénes, Béla, Józsi, ezekkel fogunk kimúlni szerintem, nem? József biztos, hogy lesz mindig. Ennek az országnak szüksége van a Józsikra. Te egy jó Józsi, az sosem megy ki a divatban. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Van egy nagyon helyes hír. És szerintem sokan jártak így, beszéljünk róla néhány mondatot. Csontérképezésre hívtak egy nőt, akire aztán a termék bemutató rádumáltak, amit csak lehetett. Csontérképezés. Ez mi az, hogy csonttérképezés? Csontsűrűség. Csontsűrűség mérés. Mérés. Így van. Aha. Időskorban ugye a csontriturás az már egy komoly veszélyfaktor, és gondolom a néni fogékony volt erre a témára, hogy bácsi, nem tudom, elsősorban néniket szoktak berántani, és őket szokták levenni. Szerintem egyfelől én nagyon bírom ezeket az embereket, mert hihetetlen beszélőkéjük van, és hogy olyan mesteri módon űzik a rátugmálást, hogy ez valami hihetetlen, de ez mégiscsak két ember kell hozzá. Tehát, hogy aki ott... meg is veszi. Igen. Hőkamerás csontérképezéssel paliszták be a nénit, aki 65 éves volt, és egy évig fizeti még a rátugmált terméket. 8-10 hozzá hasonló korú ember ült, hőkamerás szemfényvesztésről szólt az előadás, és közölték neki, hogy valami baj van az ízületeivel.
és a néni azt mondta, hogy elkezdett velük beszélgetni, egészséges életmódot ajánlottak neki, majd egy svájci csodamasinát, amit a néni egyébként azért, mert hogy brilliáns meggyőző képessége volt az előadónak, megvett néhány konyhai géppel kiegészítve. Kíváncsi lennék rá, hogy 10 jelentkezőből hánynak mondják azt, hogy egyébként teljesen egészséges tetszik lenni, és feleslegesen nem. Ja, hogy nem, feleslegesen tetszett eljönni, nem, mindenki bet. Igen. Csak azt nem értem, hogy téged elhívnak egy ilyen termékbemutatóra, ahol neked a csontsűrűségedet mérik. Hogy kerül oda egyszer csak egy éles váltással víztisztító, gőztisztító, takarítógép és robotgép? Árukapcsolás. Te... Így van, pont én is ezen gondolkoztam, hogy hogy vették meg ezeket. Azt mondja a néninek, hogy kedves néni, magának a csontképe nem jó, nagyon rossz. Igen? Ezt meg tudja változtatni az egészséges életmódon. Egy takarítógéppel? Most figyeljen ide, mert magának atkás a lakás a szívem. Tessék itt a jó... A legújabb kutatások igen, szerint az a jó atkák megrágják a csontodat. A néni 470 ezer forintnyi hitelt vett fel a bankban. És még mindig nyögi a részleteket. Szegény, nem volt olyan rutinos, mint azok a mamák meg papák, akik elmennek, ugye jó, megebédelnek, végighallgatják, vagy végigalusszák az eladást, nem pedig nem vesznek semmit, és hazamennek. És még banki hitelt, tehát banki még hitelt a bankba el kellett menni. Mert ha a helyszínen azt mondják, hogy itt a gép 100 000-ért, azt mondod, nincs nem mennyi, azt mondják, hogy van helyszíni hitel, azt megértem. De hogy ezek után még valaki elmegy egy bankba, ott fesz fölkest és visszaviszi, Jézus, 470 ezer forintot vett föl a néni. És megvette a víztisztítót, a gőztisztítót, a takarítógépet és a robotgépet. Ez volt a pakban 470 ezer forintért. Tetszik tudni, hogy a főzés során nagyon sok hasznos anyag eltávozik az ételből. De egy robotgép... Most nem tudunk segíteni, mert van nekünk itt egy olyan kis tepsink, aminek zárható a teteje. Ez alap csak megpárolódik, meggőzölődik az ételben. És akkor igen, na ez. Ez volt az ennyi káru kapcsolás. Na jó, de, na akkor, de ehhez hogy jön hozzá a víztisztító, na a gőzpárásító, meg a robotgép? Tehát te beülsz egy előadással, fölmérik az egészségedet, és eljutsz oda, hogy 470 ezer forintért robotgépet vásárolsz, meg Sturmix gépet, azt hogy? Tetszik tudni, hogy a különböző krémes levesekben mennyi hasznos anyag van, például a kálcium. Na most a krémes levesek készítéséhez mindenképpen ilyen szükséges elengedhetetlenül. Tessék, na most... egy robotgép is! Marika néni, egy robotgép nélkül maga valószínűleg nem tudja megakadályozni azt, hogy drámai módon csontrikutkulás alakuljon ki a szervezetében. Mert sajnos mert megváltoztatja az életét. És most van itt az utolsó pillanat, az utolsó perc, amikor megváltoztathatja az életét. Higgyen nekem, én nem akarok magának rosszat. És ráadásul most ebben a pillanatban új dimenziókat nyithat az ön vásárlási szokásaiban az, hogy a készülék mellé adunk önnek ingyen, még egyszer hangsúlyozom, ingyen. Mit kap manapság ma Marika néni ingyen? Semmit. De mi ingyen adjuk önnek. Neked van jövőd ez jó. Ebben a szakmában. Jó vagy. És amikor 8-10 ilyen idős emberből egy nincs, aki észnél van? Nincs. Tehát, vagy ez ilyen tömegpszichózis? Szerintem egyre ez a dolgok van már, mert valószínűleg 10-ből 8-an csak tényleg ebédelni mentek el. Azok nem figyelnek, kettő viszont megveszi, és még abból is megvan a pénzük. Az a baj a regisztráció. Még az is egy nagyon nagy komoly probléma, mert hogy egyszer regisztrálják magukat, hanem büdös életben nem fogják tudni magukat semmilyen hírlevél levondásával kikoptatni abból a címjegyzékből. Hogy leveleket kapsz, az egy dolog, mikor 470 ezeret elköltöttél, akkor már nem bánod a leveleket. Lassú vízpartot mos alapon, ők folyamatosan bombázzák a kedves mamákat és papákat mindenféle ajánlatokkal, és előbb-utóbb valamelyik ajánlatra te ráfűzöl egész biztos, sőt korábban csinálták azt is, hogy úgy küldtek el házhoz dolgokat, úgy küldtek el neked a csomagot, hogy te nem is rendeltél semmit, viszont megkaptad a csomagot, felbontottad, és a felbontott csomagot már nem vették vissza, ki kellett fizetned. De nagyon-nagyon finál dolgok voltak, vagy ha kitörölted magad a címjegyzékből, az előzőből, a cég megváltoztatta a nevét, én futottam bele ilyenbe, nem úgy hívták már a céget, amitől annak idején rendelt az édesanyám. És nem tudtál megszabadulni tőlük. Náluk lemondtam, viszont ott volt a következő cég, akik valahogy, hogy nem a réginek az adatbázisát megkapták. És jött a havi folyóirat, hogy mi volt? Ne, az és az akkor az igen. Az ön az 50. kis kupon jeleztem, nyert. Jeleztem igen. Nekik, hogy önöknél már kétszer lemondtam ezt a dolgot, és hogy jó lenne, hogyha ígéretük a szíven kitörölnék már végre az adatbázisból. Jó, nézzük meg hallgatóinkat. Biztos volt már, aki azért ráfutott egy-két ilyen csodatermékre. Tehát kutassunk egy kicsit, jó? Nem feltétlen kell aláírni, de alá is írhatjátok, tök mindegy. Nem az a lényeg, hogy ki volt, hanem hogy ki mi olyan dolgot vett már meg, amit szinte már a megvásárlás pillanatában tudta, hogy nyilván valószínű kamu, vagy otthon jött rá.
mint Erzsike 65 éves, aki még néhány évig fizeti a 470 000 forintos részletet, a víztisztítóért, a göztisztítóért és a takarítógépért. Házhoz már nem mennek így házal nagyon, ugye? Tehát az már az, hogy bekopognak és eladnak neked, ez már nem jellemző. Nem, gondolom többször megverték őket, vagy legalábbis elküldték a francba, úgyhogy erről leszoktak. Egyébként azért mondjuk el azt, hogy nem minden esetben gagyik ezek a termékek. Csak elképesztően drága. Csak nem érnek annyit, mint amennyire adják őket. Nem? Persze. Igen, tehát, valamint a csontsűrűségeden nem változtat. Van azért olyan prémium kategóriás edénykészlet, ami teljesen rendben van, csak mondjuk két és félszer vagy háromszor annyiba kerül, mint ahogy egyébként meg tudnád vásárolni. És ilyenkor ezek a termékbemutatósok visznek magukkal bankosokat? Mert azért, vagy ez hogy működik, hogy ott áll mellett egy bank képviselője, aki azt mondja, hogy tessék itt aláírni? Aha. Mert ugye a néni mire kicsoszog a bankba, kap egy hitelt, visszamegy, hát azért az nem úgy van, hogy elnézést, hogy nyeljük 470 000 forint, itt van egy, nem tudom, egy OTP, kimegyek, fölveszek hitelt, visszajövök. Tehát annyira profik, hogy ők visznek magukkal embert? Helyszínű ügyintézés. Ott van, néni átül a kettes asztalhoz, megköti, aláírja és viszi a botmixert 470-ért. Valószínű, hogy így működnek, ugye? Igen, meg de hát akkor ott a bank is benne van, nyakig ebben. Hát a bank azt nem kérdezi, hogy mire lesz a hitel. Hát most ott egy banki képviselő van, illetve szerintem az is saját ember. Ez olyan, mint amikor autót vásárolsz, akkor se kell már bankba menni, hanem az autókereskedésben megkötik ugye a szerződést, de az nem egy banki alkalmazott, az az autókereskedés alkalmazottja, csak a kapcsolatban áll a bankkal. Uh-huh. Tehát valószínűleg itt egy saját emberük van, odaülsz elé, személyét átadod, már meg is írták. És már megvan a hitelszerződés, és megvan a 470 000 forint. És már viheted is haza. Azt a botmixert meg az ingyenesen ajándékba adott Best of Tanzla Fesztivál kazetta sorozatot. Atya Isten. Igen, hát a bankoknak tényleg megéri odállni, odáll melléjük, most ő mit veszít, nem? Tényleg nem érdekli, hogy most mire veszik föl. Jó, na nézzük meg, hogy kit, mivel sikerült már bepalizni, jó? Írjanak azon hallgatóink, akik ezt vállalják, hogy mit vettek, mikor jöttek rá, hogy gagyit vettek, és mennyiért sózták rájuk, illetve mi volt pontosan? Víztisztító, göztisztító, takarítógép, robotgép, botmixer. Anyósom vett egy botmixert, a másodikat ajándékba kapta, szerintetek? Egy hónapja. És büszkén, kettő van neki. Egyet ajándékba kapott, kettőször tudta bekapcsolni. Konkrétan rásozták. Morning Show. A Klassz FM-en. Ugye arról beszélgetünk, szegény nénit átverték ugye egy termékbemutatón, 470 000 forintért vett, mit vett? Gőzborotvát? Vagy gőztisztító, takarítógépet, robotgépet, 470 000 forintot fizetett, és fölvett hitelt, visszament, és hát tulajdonképpen ugye bevásárolt ezekből a termékekből. És arra kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk olyan eseteket, hogy ki mi vett már meg nagyon sok pénzért. Itt általában mamák, nagymamák, anyósok, azok, akik kicsit túlvezérelve bevásárolnak általában, mert veszélyben érzik az egészségüket. Hát egyrészt eznek szegénykék azért sokszor azért mennek el, mert egyszerűen unatkoznak, és akkor így társaságban lehetnek. Igen, meleg van, ebéd van. Így van, valami ilyesmi, picit város is láthatnak, elmennek ide, elmennek oda, busszal is viszik őket. Hát és aztán meggyőzik őket, igen. Egyébként ezek a termékbemutatósok hihetetlenül jó előadók, szóval ezek profi szakemberek, senki ne gondolja azt, hogy oda megy, és akkor kell, nem kell, jó, akkor menjünk, föl van építve, ki van találva, ugye elmondja, hogy fölépíti a brandet magát, és elmondja, hogy mit tudom én, mikor már nagyon várod, hogy bökje már ki az árat, és végre mondja már, akkor azt mondja, 600 000. És kicsit letölsz, elszomorodsz, és azt mondja, ez egy bevett kommunikációs fogás, megbököd a partneredet, hogy de jó lett volna ez a víztisztító, de hát ennyi pénzem nincs. Viszont csak most, csak önöknek, csak itt 90 000. Vagy 150 000. És egyből azt mondod, hogy hát ha másnak 600, neked 150. És az ajándékainkról még, a helyszíni ajándékainkról még nem is beszéltem. És ezt már benyalják. Tehát nagyon profin csinálják. 970 000 forintért vettem biolámpát hitelre, írja így valaki. Igen, azért ott föl kéne még tenni egy-két kérdést, igen. Én egy kézi masszírozógépet vettem 80 000ért termékbemutatón, ugyanez boltba 15 000, írja Laca. Na ez az igazi, egyébként ez még rohadék is, tehát hogy ő bemegy a boltba, megveszi 15 000ért, és azt adja. Elviszi. Igen, mert hogyha valami speciális termék, arra még úgy, ahogy azt mondod. Igen. Azt írd már meg, hogy a 970-es biolámpa az jó-e. Mit tud? Igen. Mert akkor bérelném, ha... Áruhitel formájában a cég alkalmazottja küldi fel a hiteligénylést, csak úgy, mint a hiperekben vagy az elektronikai áruházakban. Nem a bank értékesít, de a bankba mennek az átvertek utána panaszkodni. Cég küldte nekünk. Nem lehet, hogy Erzsike néni robbantott bankot? Kérdezi Eszter. Vásárlás után. Igen. Anyukám egy légkeverő sütőt vett 99 000 forintért, ugyanaz egy hiperben 10 000 forintért volt kirakva pár nappal később. Inkább nem szóltam neki, írja Cili. Mamám egy víztisztító porszívó lámpa banki hitel kombó miatt fizeti 4 éve a 70 000 forintot. Még a bankba is bekísérték 78 évesen. Angie küldte nekünk. És van egy hallgatónk. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Laci!
Sziasztok. Laci, te termékben mutatóztál sokáig? 8 éven keresztül. Az mit jelent, hogy te csináltad? Korábban két cégnek, egyiknek másiknak, aztán utána meguntam magamnak, aztán meguntam és abba hagytam. De te tartottad a termékbemutatót? Én voltam a termékbemutatós előadó, így van, én így kezdtem. Tehát kvázi sok esetben te verted át az embereket? Mondhatjuk így is, igen. Aha. Túlzok, ha ezt mondom? Nem túlzás, nem? Nem, tehát az esetek többségében itt átverésről van szó. Na mesélj, hogy működik ez? Tehát eleve ott kezdődik, hogy amit termékbemutatón láttok terméket, annak az ára pakkim, mondjuk körül negyed annyiba. Tehát egy 400 000 forintos termék szervezéssel, ajándékokkal, ebéddel, mindennel együtt nem kerül többe 100 000 forintra. Aha, tehát innen indul. Tehát alapból négyszer egy szorzóval kell dolgozni egy termékbemutatósnak, hogy mondjuk megérje, mert ebben azért vannak kockázatok is, hiszen ugye üzleten kívül értékesítés 8 napon belül bármikor visszamondhatja a vevő. Na most innentől kezdve hiába szállítottad ki a terméket, fizették ki neked holnap után azt mondja, hogy mégse kell, akkor vissza kell adnod a pénzt. Tehát ezt is belekalkulálják. Ezt a nagyon fontos információt, ezt ti elmondtátok korábban az előadásokon? Hogy de kedves egybegyűlteket megnyugtatnak? Nyilván nem. Hát dehogy hazudnék, hogy ez bárki elmondta volna, a mai napig nem mondta senki. És ezt miért nem kötelező alapján ez bele kell tenni a szerződésbe. Tehát a szerződésbe. Nem írhat, tehát nem írhatsz olyan megrendelő lapot, amiben ez nincsen benne. Korábban ez működhetett, most már nem. Figyelj, mik a trükkök, praktikák? Tehát például ez a 600 ezer, de most neked 100. Ez tudom, hogy egy bevett kommunikációs fogás. Neked mire kell még figyelni, vagy mivel lehet még, vagy mivel lehetett őket bepalizni? Tehát nem is igazán ez, tehát ez, hogy csak ma, csak önöknek, csak ez nem működik szerintem. Uh-huh. Nálunk mindig az működött, egészséggel kapcsolatos terméket csak úgy tudsz eladni, hogyha megijeszted az embereket. Tehát gyakorlatilag ő féljen attól, hogyha ezt nem veszi meg, akkor iszony beteg lesz, gyerekei betegek lesznek, mindenki beteg lesz, meghal, stb. Tehát csúnyán szóval, de így van. És ő kellően megijedettől, akkor bármennyiért megvesz bármit. Tehát akkor ti csináltatok ott, vagy te csináltál kamu vizsgálatokat? Vagy ne is egy kamu vérvétel? Nem, abban vagy... az időben, amikor én voltam termékbemutatós, akkor még nem mentek ezek a vizsgálatok. Mert van ilyen, hát, vagy ezt hallani, hogy most már azt is csinálják? Igen, hát ez megint a másik kamu része, tehát ez biztos, hogy ilyen nincsen. Tehát azt ne higgyük már, hogy egy művelődési házba, egy terembe, majd elmondják neked, hogy te csontritkulásos vagy. Mi érdekel, hogy egy vérnyomást, hogy ilyesmi aztán? Aha. Hát ez nem, ez digitális, mérés, ez lézeres feltérképezés volt, el tud képzelni. Milyen komoly műszer lehetett, igen. Tehát ezeket felejtsük el, tehát ez mind a Duma része. Igazándiból az, hogy mi annak idején úgy adtunk el, tehát én azt abba hagytam most már közel másfél éve. Gyakorlatilag annak idején úgy adtunk el, hogy csak dumával. Tehát mindenféle vizsgálat nélkül lehetett előadni. Egy ilyen előadás mondjuk egy-másfél óra, van akinek kicsit hosszabbra nyúlik, tehát volt olyan előadó, aki két és fél órán keresztül szünet nélkül beszélt, és ez úgy van felépítve egy ilyen előadás, hogy egyre súlyosabban belemész, egyre jobban belemész a lelki dolgokba, és gyakorlatilag akik ott ülnek, a hallgatóság az már szinte fél attól, hogyha ezt a terméket nem veszi meg, akkor jönnek. Hát tehát, hogy meg kell félemlíteni őket. Hát mondjuk azt, hogy így van, igen. Te igen, fixben igen. Voltál, vagy te minden egyes eladott termék után kaptál valamennyi jutalékot? Tehát neked érdeked mindenki volt? Jutalékban dolgozik. Jutalék. Mindenki jutalékban. Mennyit lehetett dolgozik, vele keresni? Most már nem csinálod, meg lehet kérdezni. Jó, mi volt a legjobb hónap? Hát fénykorunkban, én ezt 2003-ban kezdtem. Fénykorunkban 2003-2004-ben, amikor én kezdtem, akkor már nem lehetett vele olyan iszony jól keresni, akkor átlagosan 3-500 ezer forint között kerestünk hetente. Mikor? Hetente. Hoppá. Igen, 2003-2004 körül. Tehát 10 évvel ezelőtt heti 500 ezeret is tudták keresni? Az azt jelenti, hogy 10 évvel ezelőtt heti, évi, havi 2 milliód meg volt? Annyit meg lehetett keresni ezzel így. Volt, akinek ez jobban ment. Hát persze. Figyelj, most azt számolt, hogy átlagosan, mit tudom én, egy edénykészlet volt akkor 200 ezer forint. Abból, mit tudom én, alattál 8-10-et egy nap, mert annyit el lehetett adni egy 80-100 főnél, és akkor abból alapból 10% volt a tied. Aha. Tehát aki 8-10-et eladott, az már nagyon jó előadó volt, de akkor számolt ki, hogy ez akkor a jó, egy nap alatt 200 ezeret keresett. Jó, hát ebből leszámoltad a költségeidet, mert neked magadnak ugye teherautód valamivel. Igen? Igen, te ezt önszervezésben csináltad? Tehát te elmentél a boltba, megvetted az edényt, meghirdetted a termékbemutatót, béreltél egy művelődési házat, hogy volt egy cég, és te betársultál, mint alkalmazott. Vagy ez hogy működött? Mindkettő. Tehát 2003-ban egy olyan céghez kerültem, akik ilyet szerveztek, és előadókat kerestek. Aha, tehát egy profi hálózat csinálta. Igen, na most akkor 2005-ig ez volt a legnagyobb cég az országban, aztán egy másik még jobban kinőtte magát, oda kedvezőbb feltételekkel átmentünk, de azt azért tudni kell, hogy itt ezek az értékesítők kvázi, vagy termékbemutatósok iszonyatosan nyomás alatt vannak. Tehát eladási kényszerünk van.
Mi volt a leglehetetlenebb dolog, amiről tudtad, hogy a legnagyobb hazugság, és eladtad? Tehát a biorezonanciás, nem tudom milyen, rezgőmatrac, a vízágy, ami mágneses vonalakat szűr ki. Masszírozó fotel. Mi volt, amire azt mondtad, hogy ezt már nem fogom tudni eladni, és az is elment. Emlékszel ilyenre? Azt gondolom, hogy bármit el tudtam adni. Többek között azért hagytam abba, mert szinte az összes termék ilyen volt. Aha. Tehát én abba az irányba mentem el, én pár év után elkezdtem magánúton, tehát saját magamnak is szerveztem előadásokat, és elindultam a minőségi termékek irányába. És ezen a piacon minőségi termékekkel nem élsz meg. Tehát az tök egyszerű a dolog, azért nincsen, mert hogyha egy minőségi terméket veszel, az eleve drágábban szerzed be. És mivel egyre kisebb a forgalom, most már nem vesznek előadók vagy cégek, nem vesznek terméket 50-100-150 ezer forintért, hogy eladják 400-ért, hanem vesznek 20-ért. Aha. Mi volt a specialitásod? Takarítógép, edény, ami nagyon ment, vagy amit nagyon takarítógépet, szerettél? Na, azt nem árultam, az nem terültek ezenbe. Edények mentek nagyon, én masszírozó fotelekben voltam nagyon jó, masszírozó fotelek, masszírozó párnák. Azt a minden. Nem volt olyan, hogy visszatérő vendég mondta azt, hogy ízét, hogy átfiatelem, mert maga mennyi mindenhez ért. A múltkor azt a gőzölös vasalott hotel, most az edénykészletet. Így van, így van. Nagyon sok a visszatérő eleve, de ezekre olyan megreált dumák vannak, hogy ezeket le tudjuk szerelni, ezeket az embereket. Tehát egy-egy ilyen előadáson, ha ügyes egy előadó és jó a csapata, akkor gyakorlatilag nem is kap negatív információt a társaságból. De ha van, akkor tehát ezt leszerelítem. Ezt úgy építettem fel, hogy nekem volt olyan kollégám, aki végigjárt az embereket az előadás előtt, és mindenkivel beszélt két-három szót. Hány lejöttek a vélemények. Hány nyugdíjast vertél át körülbelül, azt tudod? Hát, amikor igazán jól dolgoztunk, akkor átlagban úgy számol, hogy 80-100 emberre dolgoztunk naponta. Atyaisten, szegények. És hát ebből mit tudom én, volt, amikor ketten, volt, amikor 12-en vásároltak. Tehát erről még soha nem mondtam mérleget, de már megvan a kézirat, írom a könyvemet. Miről? A termék bemutató királya? Vagy a legtöbb nyugdíjas átvert ember? Vagy miről írsz? Két irányú ez a dolog, mert egyrészt látjuk a termékbemutatós cégeket belülről, vagy én legalábbis láttam, és van egy külső dolog, amit a hatóságok figyelnek, és nem tudnak hatékonyan fellépni ezek ellen a cégek tehát ellen. Tehát átálltál a jó oldalra, most már segíteni próbálsz. Hát, nem mondom, inkább egy olyan dolog, amit eddig nem tudott az ember sehol se elmondani. Hogy például egy hatóságnak mit kellene nézni, hogy egy ilyen cég ne verje át az embereket. Mert azt gondolom, hogy ezen a piacon óriási lehetőségek vannak még. Tehát, hogyha egy minőségi termékkel kiállna egy cég, de tényleg minőségi termékkel, ahol akár egy orvos, egy tudós áll a termék mögött, és tényleg olyan terméket árulsz, ami hiteles és jól működik, akkor ez egy legjobb piac. Na de nyilván nem ezen erről szól, hát hiteles terméken nem tudsz annyit keresni, nem akkor erre kellene letisztázni ezt a piacot. De azért hagytad abban, mert furdalt a lelkiismeretet, ezért kiszálltál, vagy elfogyott az edény? Igazándiból az, hogy nehéz, tehát jövök az utcán, és megkérdezik, hogy maga mivel foglalkozik. És akkor én azt mondom, hogy termékbemutatós vagyok, akkor elképzelheted a reakciókat. Uh-huh. De a könyvnek a bevételét, a készülőkönyvnek a bevételét azt mondja, hogy egy nyugdíjas otthonnak ajánlod fel, ugye? Ezzel még nem gondolkodtam, hogy előre ősak adják, hogy elkészül a könyv. Igazándiból az a helyzet, hogy tehát hogy mondjam, nem feltétlenül a bevételt, hanem az, hogy rávilágítsunk arra, hogy itt mi van a háttérben, hogy nem is a cégeket, a termékbemutatós cégeket kellene ellenőrizgetni és büntetni, mert azzal nem érnek el semmit. Hát ma Magyarországon nincsen olyan cég, amelyik egy évnél régebb óta be lenne jegyezve. Aha, tehát nagyon változtatás. Na jó. Hát pokorra kerülsz, az biztos, de jól fogsz mulatni. Nyilván jól lesz, igen. Azért ez kemény sztori. De jó, hogy elmondtad. Köszi, Laci. Nem ítélkezünk. Én is köszönöm szépen. Köszi, ciao. Köszi, sziasztok. Hello. 8 évig azért termékben mutatózni, nem? Azért van egy-két nagyon megvezetett kemény, ember. Nagyon kemény. Az a durva ebbe, minden durva szerintem, de a legdurvább az, hogy mondjuk idős emberek olyan adósság spirálba kerülhetnek, mondjuk egy ilyen vásárlás kapcsán, hogy az valami hihetetlen. Most felmentem az előbb az egyik oldalra, az egyik olyan cégnek az oldalára, akiknek a termékét forgalmazzák. Megnéztem, hogy milyen hitelfeltételekkel adnak el mondjuk egy ilyen fotelt, ami írd és mond, 900 ezer forintba kerül. Mondjuk 200 ezer forintos önerő esetén 700 ezeret kellene visszafizetned, de összesen tokkal vonóval 3 év alatt még plusz 500-at kell a 700-ra elfizetned. Tehát ennyire a kettőt fizetsz ki. És ha Nagyi meghal, akkor ugye jönnek a törvényes örökösök, akik nyilván ezt valamilyen szinten tovább kell, hogy pörgessék. Tehát itt Nagyi nem csak magával
meg az ő kis ugrótigrisével játszik sokszor, ugye a porcelán ugrótigrissel, hanem az örökösökkel is. És lehet, hogy azzal vették rá a vásárlásra, hogy azt mondták neki, hogy jó, oké, maga egy dolog, de gondoljon a gyerekeire, igen, gondoljon az unokáira. Jó lesz majd ez a szék, mert igen, örök élet garanciás. Na jó van. Oké, hát köszönjük az SMS-eket, nagyon-nagyon sok jött. Masszás Hotel 450 000 forintért, már nem működik a cég, se megszűnt. Mamám testvér, aki 70 éves, vett a 75 éves férjének 100 000 forintért potenciálnövelő pirulákat, szintén termékbemutatón. 240 000 forintért gőzölős vasaló, 240 000 forint, ami nem kerülhetett többe 25 000-nél, aki, ugye, aki megvette. 240. Kapott ajándékba mágneses takarót. Megérte. Megérte. Azért és övtáskát. Fiat, a 75 éves potenciónövelős maminál ott elgondolkoznék azért, hogy van még igény. De abból szempontból nagyon kemény. 5 éve 450 000 forintért takarítógép, nem meri használni, annyira fél, hogy elromlik. Senki nem meri tőle kölcsön kérni. Zsolt írta neki, az anyósáról van szó. 2 milliót keresnek az előadók átlagosan. Az évig jutalmuk, Las Vegas-i kaszinózás, stb. Dolgoztam ilyen cégnél, írja egy hallgató. Nagyon súlyos. Két darab víztisztító 860 000 forintért, most megyünk a bíróságra. Ezt Balázs írta. 2 darab víztisztító. Egy nagyon jó víztisztító 40 000 forint. És azért évente neked filtert, szűrőt cserélnek minden. De az van, hogy közben meg nem csak ezek a nagy összegűek vannak, hanem ott van a sok kicsi sokra megy alapon. Hát ez meg a másik kisebb termékek, amikor például egy vitaminkészítményt, ami egy teljesen átlagos, egyszerű kapszula, megveszel, a 600 forintosat megveszed 1800-ért. Érted? És azt látod, hogy nálunk is volt ilyen. Én azt mondom tényleg mindenkinek, gyerekek, unokák, hogy nézzétek el, csekkoljátok folyamatosan a papa meg a mama postáját. Mit csinál a mama? Igen, igen. Szabad is egyre. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Mi van ezzel az apácával, aki teherbe esett, úgyhogy senki nem tudja, hogy esett teherbe? Ez egy szenzációs történet. Csoda történet! Egyébként igen. Szeplőtlen fogadtatás, gyerekek. Egészséges fiút szült egy apáca, aki hasfájásra panaszkodott. És állítólag a mai napig nem érti, hogy esett teherbe. Egy 31 éves salvadori nőről van szó, akit a rendházból kellett ugye kórházba vinni, mert hogy szűni nem akaró kínzó hasfájásra kezdett panaszkodni. Hmm. Aztán az orvosok ugye rájöttek, hogy hát itt nem egészen hasfájás van, illetve fájhat a hasa, de nem amiatt, amire gondol. Néhány órával később szült egy 3,5 éves kisfiút. Azért itt van egy hiba. Mi mit mondtam? Éves. Picit elhúzódott. Hányan szültek már 3,5 kilós gyereket? Nem? Minden harmadik nyolja. Az nem hír. 3,5 éves volt a gyerek. Ennyi. Hát koraszülöttnénk nem mondanám. Gyerekek, hát ezért ekkora hír. Egyrészt szeplőtlen fogantatás, kettő a kis megváltó 3,5 évesen született már. És mi lett a vége? Hát kitették a rendházból. Eltanácsolták. Mind a húzat, igen. Igen, azt mondta a főnök, a rendház főnök, hogy nem tudta tartani azokat az elvárásokat, amik egy apácával szemben jogosan állnak fönn. Hát és látod, ez a bajom a dologgal, hogy ha ők se hisznek benne, hogy ez szeplőtelen fogadtatás, akkor mi hogy higgyünk? Hát ha a rendfőnök is azt mondja, hogy őt meghúztná az apácát, érted? Elkapták, megcsinálgatták, hát akkor én hogy higgyek benne, hát hogy ez szeplőtelen? Szerintem marketingből egyes. Abszolút nem. Nem. Hát mindenhol máshol. Erre ráépítették volna a helynek, a kolostornak, vagy a gyülekezetnek, igen, felekezetnek a marketinget, és onnantól kezdve egy búcsújárás lett volna. Ki szobrok, szülőnő. Hát nem. De ki az apa? Beszökött egy reverendás? Vagy ki? Hát az sem mindegy, hogy elment bulizni az apáca. Hogy került ki? Ugye hát ők tulajdonképpen tényleg, hát rendházban élnek, ugye nem nagyon járkálnak ki be, tehát ritkán látsz azért így apácát az utcán, ugye? Hmm. Tehát, hogy ide vagy beszökött valaki, vagy az apáca kiment, és egy afterpartit nyomott valahol ott, hát ez egy Olaszországban. Lehet, hogy egy koedukált kolostor lehetett, tehát, hogy nem csak apácák voltak, hanem szerzetesek is, és ők csak némasági fogadalmat tettek. Az apácák szűzek, nem? Elmagyarázza. Szűzek is kell, hogy maradjanak. Azt nem tudom, hogy csak úgy, tehát, hogyha már egyébként egyszer kipróbáltad a szexet, és utána és csalódtál, lehet. És de úgy is lehet. Az egyház kebelébe. De úgy is lehet, csak ha ugye ő mondjuk szűzen született, és nem tudja, mi az a szex, akkor ő nem is ismerhette, hogy mi az a szex, igen, nem?
Tehát szex közben se tudta, hogy ő most mit csinál. Nem? Tehát egy félreértés volt. Tehát egy félreértés történt. Azért ez nagyon nagy bukó, gyerekek. Azért igen. Tehát egy gyerek beakad egy apácának, azért az picit nehéz kimagyarázni. Nem? Az a sztori, hogy lejártak az igazolványai, az iratai, ami nem tudom, minek van a rendházban egyáltalán. Nem, az apácának, és elment, hazament a falujába megcsináltatni. És nem csak azt csináltatta meg, tudod? Gondoltál ezt a két nap alatt, amíg várni kell az okmányirodára, kicsit behozza a lemaradást? Igen. Igen? Igen, hogy valami régi szerelemmel összefutott, és egymásba gabajodtam. És nem volt pénze okmánybélyegre? Pecsételje már le, uram! Hosszú volt a sor. Hopp. Igen. Na, ez az, amit nem tudsz kimagyarázni. Hát nem? Ez nem. Ez tehát nehéz. Itt erre nem tudsz mit mondani. Ez nehéz. De most mi van, ha gyereke születik, és ki is rakták a rendből? Azt én nem olvastam. Igen? Szegény? A kórházban szedtek össze neki ruhácskákat a gyereknek, meg eljállátták jó tanácsokkal, mert rájöttek, már vissza sem mehetett szegény. És a Ferenc nevet kapta a keresztségben a gyermek. Francesco lett, igen. Így van, mondanám, hogy utánam, de hát inkább a pápa után. Inkább valószínűleg ez lehetett. Igen, Francesco lett. De hogy miért nem hisznek benne, igazad van, Jani, jó marketinggel ezt meg lehetett volna oldani. Még akár jó is kijöhettek volna. Igen, a dologból. Igen, szeplőtelen fogantatás, nem biztos, hogy ő lesz az új megváltó, de gyerekek, hát minden esetre egy 20 évig el vagyunk vele. Ezek között, a falak között még ez is megtörténhet. És aztán szépen el is csendesült volna az ügy. Kellemetlen. De az egyébként, ami még érdekes, hogy egy nő, az még akkor is, hogyha apáca, azért így a világ, tehát így olvastál dolgokat a világról. Igen. Nem tudja, hogy ő terhes. Ez már csak védekezés volt. Igen? Tudom, már mehetsz be, úgyhogy terhesőig szülni szeretnék, hát akkor még eljárt, végigviszed a sztoridat, nem? Ahhoz, hogy hatékonyan tudjon küzdeni a sátán romboló munkája ellen, ahhoz neki ismernie kell valamilyen szinten az ellenséget. Hadd hozzak ide egy nagyon jó példát. Azt gondolom, hogy tehát amikor például mondjuk egy labdarúgó csapat valaki ellen készül, aki ellen még nem játszott, ők is videóznak előtte, és megnézik az ellenfél korábbi meccseit, nem? Én van ilyen, persze. Nem állt meg a videónál, tudod? Hát, hogy gyerekek egy apácával kikezdeni, abban van rock'n'roll. Az van. Bemegy ott, legurít egy felest, hogy nem tudom, iszik egy teát, odaülni mellé, beszélgetés vele egy gyerek. Te az nekem, az hitelesebb nekünk, de a feles, érted, bemegy egy apáca. Sőt, és az asztalra csak is azt mondja, hogy érted. Jaj, ne gondoljuk. Gyerekek, ne gondoljuk, hogy ők titokban néha nem. Hogy ne? Hát, mindenki vétkezik egy kicsit fölni, bocsáss meg, uram. Isten, tehát, hogy nem gondolom. Ahogy csinálnak jóféle likőröket, borokat. Hát most miért a papi hat misebort, akkor az apáca? Hát valószínűleg akkor itt a misebor. Simán. Vagy a misebor volt egy kicsit sok. De ez számomra mindig rejtély egyébként tényleg, hogy valaki úgy szül meg egy gyereket, hogy nem tudja, hogy terhes. De erről már múltkor beszéltünk egyszer, hogy állítólag tényleg van ilyen. Igen. Tehát tényleg van ilyen, hogy úgy nő a gyerek a hasába, hogy ő mondjuk a 8. hónapig nem tudja, hogy terhes. Itt fáj, ott fáj, háta fáj. De ez hogyan? Ha mondjuk ő valójában tényleg nem tudta. Hogy nem veszed észre, hogy én nem sose voltam terhes? Nem, még lehet. Ti voltatok már? Hogy a fenében nem veszed azt észre? Hát előbb-utóbb valami mozog a hasadba. Aha. Én egyszer úgy éreztem, hogy igen, de kiderült csak, hogy a bájglifot. Ordítva szültél egy nagyot. Végre gyermekem! Vágj már a fejemben, doljad! Hogy nem veszed észre, hogy terhes vagy? Szerintem neki teljesen egyértelmű jelei vannak. Mondjuk nekem egy ilyen nagyon közvetlen kapcsolatom volt a terhességgel, ugye, annak az eredménye a lányom, hát nálunk nem lehetett volna letagadni. Ott még te is álterhes lettél. Hát persze, érted, amikor hogy hívják, be kellett mennem a WC-be, hogy Moni ki tudjon menni a konyhába, mert nem fértünk el a folyosón. Tehát, hogy ott az egyértelmű jelei voltak annak, hogy ő terhes. A nőknél van az a típus, mondjad? Ha azt mondja, hogy csak elhíztam egy kicsit, mert nem voltam sportolni apci. Érted, apuci, kéne már valamit mozogni. Olyan jól főzöl, hogy bekajáltam, hát simán beveszett, nem? De nem, a nőknél van az a típus, akik például nem akarnak gyereket. Vagy úgy jön a gyerek, hogy ők nem akarták. Vagy szégyellik. Vagy a családban nem merik elmondani. Vagy tiltott terhességből, tiltott kapcsolatból. Akkor a test képes azt megcsinálni, hogy nem nő a hasa. Tehát, hogy a test reagál arra, amit egyébként a tudat gondol. És ha te nem akarod beismerni, félsz beismerni, el kell folytani magadba, de nem tudsz mit csinálni, akkor a test ezt képes létrehozni úgy, hogy sokkal kevésbé nő a hasa, mint annak a nőnek, aki egyértelműen felvállalhatja, hogy terhes. És nem nő a hasad. Döbbened. A gyerek benne nő valahogy, de a hasad nem nő meg. És sokkal kisebb azon nők hasa,
akik mondjuk ezt így el tudják folytani. Igen, de az a külvilág felé. Hát a külvilág ugye, felé. Tehát ő maga tudja? Ő maga valószínű tudja, igen. Persze, de hogy a hasa nem nő, tehát azért ez érdekes. Vagy aki mondjuk egy terhesség gondolatát utasítja, vagy a gyereknevelés, gyerekvállalás gondolatát, azért az hosszabb ideig nem veszi észre. Ugyanis nincs hasnövekedés, és 6 hónaposan úgy néz ki, hogy meg nem mondott, hogy terhes. És ott már 3 hónap van a szülésig, és nem látszik rajta. De tudja, tehát amit a Feri mond, ez sokszor igaz, tudja, igen. Szerintem tudja, tehát azért amikor megmozdul egy baba, akkor még jó, nagyon picike, de ahogy nő, telnek a hetek, azért azt megérzed, hogy egy gyerek belülről megrúg mondjuk. Tehát ez hogyan nem veszi észre? Tehát, hogy hát, érted, mondjuk megszedik egy baba, mondjuk vegyünk egy átlag súlyt, 3 kilósan. 3 kilós gyerek, amikor azért úgy belülről megmozdul, testhelyzetet vált, és odarúg egyet, hát azért azt megérzed. Én nem tudom, hát csak hát, hasonlítani tudom valamihez, hát, de nem tudom. Azért egy 1,5 kilós gyerek is már tud akkorát rúgni, amikor éppen focizott a hasamba a Karina, hogy hát azért azt nem tudod arra fogni. Már le kell esni a tantusznak, nem? Így van. A negyedik kanász szódabikar volna után, amikor nem történik még mindig semmi, és marad a búzakorpa, hogy amíg így merogaszt. Ezt pumizát adjál már, te állod, hát úgy fel vagyok fülöbben. Olyan elváltam, mint egy lufi. És akkor nem beszél az egyéb elváltozásokról, ugye? Nem tűnik föl, hogy esetleg nő a cicid, meg ilyenek, tehát az nem tűnik föl. Mondjuk, vagy készül a szervezet, ugye arról szoktatni fogsz. Hát ez a Ferinek 10 évre készül a szervezete. Jól áll nekem. Hogy végre valakit csecsre tud venni. De tényleg, ja, nem tudom én ezt elhinni komolyan. Lehet, hogy van valakinél, hogy ne, most tényleg, bocsánat, hogy ezt mondom, lehet, hogy annyira extrém, mondjuk, hogy annyira extrém kövér, vagy nem tudom, hogy nem tűnik neki föl a rettenetes hájtömegtől, vagy nem tudom, de egy normál embernél. Nem tudom elhinni, hogy nem beszélsz. De hogy van az, hogy tényleg beütöd az internetre, hogy nem tudott arról, hogy terhes, és 600 cikked, hogy menstruációs görcse gyanakodott gyereket szült, alhasi fájdalommal vitték kórházba a gyerekelet. Hogy ez egy hétköznapi eset szinte már, hogy van egy réteg, akik vagy nem tudják, hogy mi a szex következmény, és egyébként tényleg nem tudják, vagy nem teszik össze a kettőt, hogy ebből az, de nem üsd be, hogy nem tudta, hogy terhes a Google-ba. És 6000 cikk fog kijönni. Kamuzik szerintem. Nem, biztos, hiszen, hogy van olyan egy csomó. Bemegy szülni úgy, hogy elment a mag. Mire gondol, bepisilt, vagy mire gondol? Hát jó, amikor már elmegy a magzatvíz, akkor talán leesik neki. Hirdatlanul fáj, és csok volt, mégis a töltött káposzta. Vagy mire gondol? De egyszerűen nem tudja. Tehát nem érti biológiailag, hogy ez hogy történt. Higgyetek el. Szinte hihetetlen. De elhiszem, csak furcsa, mert hát azért olyan elváltozások vannak 9 hónap alatt, hogy hát csak föltűnik. Legminimálisabbat, ha hízott, ha minden hónapban 1 kilót hízol, az is 9 kilóval több, csak úgy. Egyszer csak rátette a 10 kilót, ugyanúgy eszel mondjuk, és 10 kilóval több, vagy nem tűnik neki föl. Na mindegy. Igen. Na mindegy, jó, hát oké. Elhiszem. Jó, hát ez egy apácánál azért az melegebb. Jó, igen. Apáca, most olyan apácánál ott persze, ott teljesen más. Igen. Azt írják nagyon sokan egyébként, hogy 5 hónapos terhes voltam, amikor kiderült. Aha. Na jó, de legalább kiderült, jó, még 5 hónap. Igen, hát, még volt 4, tehát fél időben jártál. Igen. Azért az is fura nekem, de ezt így van. Privátban. 24 hetes terhes, Feri hány hónap? 6. Hát, igen. 24 hetes terhes voltam, amikor megtudtam. Nagyon durva. Már 4 éves lesz a fiam, űrvizitus. De durva. Hát furcsa, és az árdafőnök azt mondja, mit szólt hozzá. Nálunk úgy volt terhes, hogy kitömte a hasát, és úgy jött a bíróságra. Jó, hát ilyen is van. Ja, a másik típusú terhes, aki viszont nem terhes, csak kitömi a hasát. Na mindegy, érdekes, szerintem meglepődnénk, hogy valójában, ha egy orvos elmondaná, hogy neki mondjuk a praxisa, vagy szülésznőgyógyász, 30 éve dolgozik, és egyébként meg ő legalább 25 olyan nővel találkozott, ki úgy ment beszülni, hogy fogalma nem volt arról, hogy terhes. Igen. Igen, de mondjuk itt azért valljuk be őszinte, valószínűleg olyan hölgyekről van szó, akik aktív nemi életet élnek. Te azért egy apácánál az a... Van bennük valami. Tudod, ugye? Hogy azért összerakja az ember, hogy hát miért történt ez az egész történet. Életemben egyszer voltam férfival. Hát arra azért csak emlékszel. De hát akkor egyszer volt, nem tudta, hogy ez de, az. De az apácában hát van. Te is emlékszel. Nincs, hát amikor veled voltam, hát nem emlékszem. Hát nem, hogy nem volt fűtés. Ti nem érzitek, hogy az apáca megközelíthetetlensége miatt azért... Azért, hát ez jó, a kilóta gyümölcs. Ugye? Hogy úgy van bennük valami, nem? Igen. Nem tudom, hogy most a csajoknak itt a papíruhában is van-e valami, de amikor látsz egy apácát, nem tudom mióta nem láttam. Általában egyébként idősebbek, de... Hát mikor voltál utoljára Salvadorba? Nagyon, nagyon, nagyon régen. Na mindegy, jó van. Érdekes ez a dolog.
Morning Show! Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! Ugye, hát esküvője lesz, gyerekek, hát ami drága barátunkat nem hagyhatjuk ki, ne hívjuk föl azért. Ismét. És ismételten. Kedveljük, imádjuk, szeretjük őt, ő egy jelenség. Lehet utálni, lehet szeretni, de szerintem mindenki tud rajta mosolyogni. Állítólagosan nigériai esküvője lesz. Igen. Ugye? Otthon, tradicionális, családi körben, szűk családi körben csak néhány százan lesznek. Igen. Talált egy magyar kis leányt? Igen. Akit el akar venni? Tudomásom szerint Emesének hívják. A lány is akarja? Akinek nyilván nincs tévéje. Hogy hozzá megy a pákóhoz. A lány is akarja, vagy itt egyfajta nigériai lányrablás lesz majd, hogy ja. Pákó elrabolja? Ja, vagy érted, ez most egy nagy szerelem? Úgy érted, hogy esetleg vannak köztük ilyen áthidalhatatlan nyelvi nehézségek, amik miatt még nem derülhetett ki, hogy nemet mondott esetleg az eme. Igen, vagy nem akarta Pákó meghallani. Én szeretem ezt a történetet, és ők most ketten romantikusan elmennek Nigériába, leölnek 6 bárány, 4 kakast, és megülik a nagy nigériai Pákó esküvőt. Pákó családjával. Egy szomszédos törzsel. Igen, van egy kis törzsi háború van. Pont most olvasgattam így Nigériáról így a Wikin, hát azért ott nehéz igazságot tenni, hogy 16% innen, 20% onnan, 16% keresztény, muzulmán, ilyen törzs, olyan törzs. És nem tudjuk, hogy a család hova tartozik. Igen. Hogy milyen régi népszokások elevenednek most majd fel, hogyan állsz éjszakát, azt ugye az összes unokatestvérrel meg kell leülni, igen. Vagy elég csak a Pákó hozzá. Az itt vannak kérdések. De ezt még Pákó se tudja. Egyrészt szerintem már mindent elfelejtett Nigériáról, mert 20 éve volt ott. Kettő, hogy még szerintem nem is biztos, hogy volt valaha nigériai esküvő, mert ő egészen fiatalon jött el Magyarországra. Neki nem volt nigériai. Hát legalábbis a Bédekerek szerint, meg amit tudom én, még szerint a lexikonok szerint, ő Nigériában még nem esküdött. Magyarországon igen, Nigériában nem. Jó lenne, ha egy kis kulturális mélységet tudnánk adni, ebben van némi ellentmondás, de hogy megtudjuk, hogy valójában... A mélységet, ezt megérhetjük. Igen. Hogy valójában, hogy néz ki egy nigériai esküvő? Tehát, hogy milyen népi hagyományai vannak, ki adja össze a pénzt, áldoznak, mit hoznak, meddig tart egy... buli, egy napig, 3 napig, van-e mennyasszonytánc? Kinek kivel kell hálnia? Igen, ki az első éjszaka joga, hogy zajlik? Hát nyilván teljesen más, mint mondjuk Európában vagy Amerikában. Na, felkelt a mi hősünk? Itt van. Itt van? Bauni! Klassz FM, Bauni, Balázs Jani, Feri. Bauni! Itt a vőlegény! Imádom, hogy neked mindig jó kedved van, komolyan. Én még téged rossz kedvűen nem láttalak, ezt tanulni kellene. Igen, nagyon szépen köszönöm. És hogy vagytok ti is? Minden oké? Okay. Nagyon, jól vagyunk, Pákokám. Te még gondolom ágyban nagyokat nyújtózkodva, nem? Éppen... Hát éppen 15 percet kettem felmiattatunk. Akkor már sátrat bontott. Igen, fontosan. Szóval. Mivel telik egy reggeled? Meséld el, mi a szeánsz? Teázol, fekete teázol, fölkelsz, leugrasz, hideg vízzel zuhanyzol a kádadban. Mit csinálsz reggel, Pák? Hogy telik egy ilyen, hát reggel, kérem szépen, reggel, amikor fölkelek, a kedves MS drágám, előkészített nekem egy kádba egy meleg vízzel, olaj beleteszi, hogy simán legyen a borom reggelre, és amikor fölkelek a kádból, készít nekem egy finom kávé. Tudod, a latte kávé, mindig csinálja ezt nekem, aztán készített nekem utána egy rántott tojás, egy kenyére. Hát ez nem sorálatos. Úgy imádom. Figyelj, és milyen olajat tesz a fürdővízbe? Vagy mi? Mert értettem a többi, hogy valamilyen olajat tesz a vízbe? Igen, olajat tesz a vízbe, csak azért, mert ne legyen száraz a borom. A kicsi-kicsi bőröcske, nehogy kiszáradjon. Olyan aranyos. Na, figyelj, miféle testi kényszerrel, fenyítéssel vagy fenyegetéssel sikerült emesséd rád venned erre az esküvőre? Tehát ez hogy történt? Mióta vagytok együtt, Pákó? Hát már lassan, már 4 hónapja vagyok együtt. 4 hónapja? Itt az ideje, János. 4 hónapja. Ja, hónap. 4 hónapja. Minek tovább várni, megérted. Nehogy elmúljon a nagy szerelem. 4 hónapja. Igen, és azóta a buma szerelem, nagyon-nagyon buma szerelem, nagyon-nagyon szeretem, már imádni váló csajszi,
imádom, kedves hozzám, szimpatikus, odaadó, jó szíve van, a belső, a kívülről, a tulajdonossága, az nagyon-nagyon rám ragad. Egyszerűen én orulok neki, hogy mondjam, fiúk, hogy ilyen nő, mint Emese, a találkozom az életem során. Na pont ezért kérdéses, ha ez ilyen tökéletes ez a nő. Mit keres mellette? mi foglalkozik? Mit csinál? A kedves emesek, gyakorlatilag, hogy a magánklinikában dolgozik, orvosi mellett mi a asszisztens. És hogy találkoztatok? Te mentél éppen egy magárendelőbe? Magárendelőbe mentél orvoshoz, és ott volt, vagy hogy? Hát kérdezően ez úgy volt, elvettem a magánklinikába, és ott volt, annyira kedves, amikor hozzám szól, annyira az a mosolyog, amit arcám van, amikor ránézem a szemére. De annyira, én beleolvadok, gyerekek, én beleolvadok. Akkor megcsapott ez a szerelem első látásra. Jaj, megcsapott. Reméljük még nem csapott meg, mert ha már megcsapott, az már nagy baj. Na, és hogy lesz az esküvő? Együtt utaztok nem sokára? Ez igaz? Tényleg? Mentek Nigériába? Igen. Valami nagyon-nagyon nagy dologra készülök, amiért Magyarországon még nem látott senki, ahogy mondja, és ezt megosztom. Még a Balázs, a Vundásónél is nagyobb durvás lesz. Akkor az tényleg rohadt nagy lesz. Igen, ez nem létezik. Olyan nincs, ami annál nagyobb, meg ilyen Lukáskor. Jó van. Egy igazi bazi nagy Paco Logzi Afrikában. Egy tradicionális nigériai esküvő? Igen, pontosan. Uh-huh. És ott a helyszín a 2000 ember várható. Ne, mondd már. Igen. A Lapite család, ígyétek nekem, nagyon-nagyon sokan vagyunk. Olyan szinte sokan vagyunk, hogy egyszerűen nem is ismerjük egymással, és mindenki Lapitenak hívják. Hát ez nem csodálatos. El kell, hogy mondjam. És a beszélem a szüleimmel, alig várja, hogy találkozzak a kedves emesemmel, és minden elmondtam a szüleimnek, hogy milyen aranyos, milyen szép, milyen kedves is, és alig várják, hogy összehoznak minket. De előtte, el kell utaznom a Erdélybe, hogy kikírom a kezel az apjától. De helyes! Tehát, hogy lesz egy lánykérés a dologban. Abszolút! Azért írd le levélben is, hát, ha így nem értesz. Ez nagyon komoly. Igen, elsőre azért, igen, érdekes lesz, ha csak úgy bekopogsz és elmondod, hát küldj egy levelet, igen. Figyelj, te egyébként etnikai hovatartozás, szerintem hova tartozol? Mert azt olvasom itt a Wikin, hogy a Nigériában ugye van Hausa, meg Fulbe, meg Yoruba, meg Ibo, te mi vagy egyébként? Vagy neked melyik a népcsoport? Igen, a Nigériában árab hivatalos tolsek van. Van Hausa, van Ibo, és van Yoruba. Aha. Én a Yoruba a tolsból számozok, hát mint a szüleim. És a Yoruba nyelven beszélek, és a többi nyelven nem beszélek, én nem beszélek, én Hausa, se Ibo se. És ez a tradicionális esküvő, amit most fog zajlani, ez egy Yoruba tradicionális esküvő lesz. Uh-huh, hát ez nagyon jó. Na, egy kicsit erről, Pák, hogy ilyenkor milyen ruhában vagytok, mi történik, mit hoz a két család, mi az ajándék, hullanak-e kecskefejek, mi történik? Hát az embernek van egyfajta képzet erről, de nyilván azért más, mint a valóság, hogy néz ki egy ilyen hagyományos nigériai esküvő? Úgy néz ki, ez a lesznek ilyen nagyszabású
olyan kajákat, mindenféle a nigériai kaját, jurubá kaját, lesznek izé pándérnyám, lesznek a egusi, lesznek izé evedú, lesznek izé amalá, lesznek csomó. A nevek alapján azért emesének mondd meg vigyen széntablettát, tehát bármi is azért az ott valami kösse meg, mert azért az csúnya vége lesz ennek. És jegyezze meg a nevét, hogy az ön még egyszer megkérjen belőle. Bármit is eztek, azért ez elég kemény hangzik. Igen. És a mindenki kötelező valamit ajándék elhozni erre estúre. Nem kötelező amúgy, de aki nem bírja, nem, akkor nem kell elhozni semmi. A lényeg az, hogy mindenki éreznek jó magukat. Lesznek el kell, hogy mondjam, már így tartunk. Gyorsan is elmondom ezt a kis sztorimat. Ja, mindenféle, ott lesz a testvéremet is odá vizem, lesznek a magyar zeneket is vizem magam, a mulatos, a pákodalokat, óriási lesz. Hát tulajdonképpen egy ilyen pákó csárterjárat utazik majd Nigériába, tehát egy ilyen 200 fős lagzi. Aha. Szeretnék ezt megborítani mindenféleképpen egy musóba. Mi? De ez még titkos. Ja, mert folynak a tárgyalások. Ez titkos, akkor. Csicsit, erről ne többen. Igen, folynak a tárgyalások. És azt szeretném megkérni a Balázs, hogy legyen a tanúd! Szálljak be anyaginak! De honnan tudod? Finanszírozom a Balázs népen. Tanú legyél! Fél, komolyan gondolja. Legyél te a tanúja. Igen. Én kimen, én mennék. Ott a helyed. Gyerek, én mennék. Bákó a barátom, ha erre kérd, nekem mennem kell. Nagyon szépen kérek, gyertek, nagyon-nagyon szeretek. Nekünk meg mennünk kell koszorús lánynak a Ferivel. Azért, ha esetleg valami más csatorna lesz, mert nem tudok arra, hogy ez nálunk lenne, akkor nekem kiblőrözik majd a fejem. És tudod, mindig ott jár, egy homályos fejű ember, az leszek én, mert más csatorna nem bukhatok föl, tudod, és kívül az. Keresetek a Balázs, a homályos fejű ember. És akkor ez ki állja? Tehát ilyenkor a két család, ugye nyilván... Hát, MSZ családja, gondolom, hogy nem szeretne azért, mint 100 főt így kiutaztatni, de hogy ez a népi hagyományok szerint ilyenkor a két család adja a hozományt? Vagy ez Nigériában hogy van? Hát ez nálunk az úgy van, hogy a fénynek a családja. A fény, igen, ó adja rá a pénzt. A Nigéria, főleg a Yoruba népek úgy adjomány nálunk azt, hogy a család összedobnak a pénzt, minden összedobnak, mivel előbb is azt mondtam korábban is, hogy a 2000 ember válható, ilyenkor mindenki nagyon durva, hát Magyarországon ez 2000 ember, Magyarországon ez az városnak a lakossága, és ennyien vagyok a családban. Figyelj, Pákó, és ez esetleg... Előfordulhat, hogy mondjuk 2000 vendéges, és azt mondod, hogy mindenki hoz ajándékot. Előfordulhat az, hogy kapsz mondjuk 300 darab tehenet? Előfordulhat, igen. De ilyen kérdéseket fordítasz nekem, én azt mondom neked erre estőre, 6 marha fogunk megolni erre estőre, hogy sok-sok ús legyen, de még nem beszélünk a halaskáról, még nem beszélünk a többi ilyen tenger gyumosról, ami még plusz rá fogja venni erre eskúra ételekhez. Aha. Azt mondtam, hogy mindenféle ételek lesznek, mert ez így angyomány. De jó. Igen. És azért szeretném megkérni titeket, hogy eljutok, gyertek ti is Nigériába erre eskúra, mert most két kultúrát találkoznak. Mikor lesz? Találkoznak. És ez nagyon-nagyon durvás lesz. Mikor lesz, Páko? Mikor mentek? Hogy mikor indultunk? A március 29-én. Wow, hát ez elég konkrét. Igen, addig megkérem anyámos, vegyél nektek is a repülőgépet. Ja, akkor megyek! Nem tudom, mit csinál anyádat Nigériában, de ez így megy, hogy megkéred, hát akkor még 3 ügyet foglaljon, mert turista osztályra jók vagyunk, nem kell. Milyen turista osztály? Ez egy jó módú család. Pálko, az olcsóbbat vegyétek, business class, jegyezd meg! Hagyjátok a first class-t a felébe, nem? A first class-t nem akarok, elég a business. Engedd el a first class-t, nem érdekes, igen. Jaj, Pálkókám, jó mulatság lesz ez. Mikor voltál utoljára Nigériában? Mikor mentél utoljára? Nem, voltam Nigériában. Jó régen, voltam. De azt mondtam, én szoktam beszélni anyámat, Skype-on is. A kommunikáció az mindig zajlik, osztunk.
És ez az nagyon-nagyon fontos. És amikor meghallották, hogy hogy esküvő lesz, hát anyám, hát ki ugrik az ágyból. Mert annyira orul neki, hogy egyszerűen lesznek egy kedves fejé asszony a mi családunkban. Figyelj, Páko, itt nagyon fontos SMS-ek jönnek közül, aztán Jani is mondani akar valamit, hogy nehogy összekeverd a dolgokat. Tehát a kecskét kell leölni, és a lányt meghágni. Igen. Nehogy itt aztán sorrend legyen. Én nem is őrem az MS-ét, szimpatikus lánynak tűnik, de azért melegíts ide gyorsan így beugrani egy ilyen esküvőbe. Na, készültünk neked valamivel, Páko. Páko. Igen? El kell mondanod egy esküt az esküvő előtt, amihez tartanod kellene magadat a jövőben. Mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon-nagyon fontos dolog számodra, de az európai emberek számára is az eskü ugye tényleg egy életre szól. Most összekötitek egymásra az életeteket, és ezért most mi szeretnénk ünnepélyesen felmondatni veled egy esküt. Jó, szóljon. Az amit Jani is mond, hogy ezt ha megtetted, vagy letetted az esküt, nem szeketed meg. Jó? Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Jó. Na, amit mond a Jani, azt neked a Jani után kell mondani. Jó? Jó. Na, akkor figyelj. Én. Én. Lapite, uluda jo babani de uluda trion o lapite. Lapite, uluda jo babani de o lapite. Az ibadani oroszlán. Az ibadan oroszlán. A didi kura. A didi kura. Esküszöm. Esküszöm. Hogy a legény búcsúm után. Hogy a legény búcsú után szerelmemhez emesihez hű leszek. A szerelmem emesén a fületek. Vele holtomig megelégedek. Bele holtomig és bele égetek. Megelégedek. Ne éges bele semmit. Megelégedek. Megelégedek. És nem csorgatom többé a nyálam. Nem csorgatom többi a nyálam. Nem csorgatom többi a nyálam. Más nők ditkói, dudái, kannái, csecsei után. A máskor inkúj, dudái, a maga után. Szinte szorúszóra, Páko. Szinte szorúszóra. Szinte abszolút. Pontos vagy, nagyon. Egy-egy más hangzó csúszik el, a többi tökéletes. Tökéletes. Bármennyire is kívánatosak azok. Bármennyire is kívánottok azok. Ha ezt az eskümet megszegem, hogy az az esküvet megszegem, zápuljanak meg a tojásaim, zápuljanak a tojásaim, nőjön egy bikapénisz a homlokomra, nőjön a bikapénisz a homlokomra, és ne legyen több szilveszteri haknim. És ne legyen a szíveszterik alkni. Amen. 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 Ez nagyon jó. Na, gyerekek, és mit mond erre Norbi? Egyéb bacsút. Köszönjük szépen. Jó, Istenek, gond. Jó. Letetted az esküt, na, ezzel most már kiálltad a próbát, úgyhogy tessék erre a lányra vigyázni. Értékes lánynak tűnik, hát reméljük ezt ő is jól meggondolta. Úgyhogy nagy a szerelem, úgyhogy vigyázzatok egymásra akkor, jó? Nagyon szépen köszönöm. Kilámisé, támfakbáho, jó, ijáho, lányi, bého. Kilámisé, támfakbáho, jó, ijáho, lányi, bého. Ez a dal, ez esküvőről szól, amikor a szél elveszi a feleségből egy lányka, ezt a dal szokták énekelni nálunk Jurubán. És ez a dal kíséri az mennyasszony, akárcska polgári a templom, vagy akármilyen oltás elé. Ezt a dal szokták énekelni. És ezt szokjátok kísérni? Igen, támfak, támol, jó, jó, lámik, béú. Imádunk, Páko. Vigyázz magadra. Vigyázz magadra, beszéljünk, jó? Jó, köszönöm szépen. Báóni! Báóni! Hello, Páko! Na? Itt vagy? Halló. Letette? Nem. Nem már. Az nem jön. Nem szokta letenni. Ő már más ember. Ő már bőlegé. Nem szok, letette. Nem tette le, hát ha leteszed, akkor ez a szaggatott jelzés. Itt vagy, Páko? Fenébe, de miért tette le? Hívjuk vissza. Ezt jól elrontottad most.
Tényleg letette? Tényleg nincs itt. Hogy nem hallottuk, hívjuk haza, viszont nem hallottuk, hogy elköszöntünk-e. Igen. Jó? Add már be újra. Ne, én úgy szeretem, mikor nem teszi le. Ez benne most egy hagyomány. Egy összeomló. Egy világ tört össze bennem. Figyelj, ha ez tényleg összejön, hát ez nagy dolog lesz, nem? Neki, vagy Nigériának. Nem ismerem ezt a lányt, de azért ő is bevállalta ezt a dolgot, nem? Ez hát nagyon jó. Négy hónap után hát, igen mondani egy esküvőre. Hihetetlen. Ez lesz az első széke Juruba esküvő. Figyelj, és ha válni akarok, a lánynak ki kell menni Nigériába? Persze. Pákó, mi van? Te letetted a telefont? Hát nem tettem a telefon. Én énekeltem továbbra, csak egyszerűen látom, hogy megszakad a vonat. Ja, figyelj, Pákó, ha viszont már visszajött, akkor mi van a válásnál? Nem akarom ezt nyilván nektek így, csak hogy csak neki hogy majd, a MSZ-nek majd újra ki kell utazni, ha esetleg valami nem jön össze, vagy ezt itthon is föl tudja bontani? Nem, ki kell utazni, de már a MSZ-nek jön velem Nigériába, ott már nincsen visszaút. Ott kell maradni velem Nigériába. Ez már a mi emberünk lett, kedves MSZ-en. Kedves MSZ. Finoman üzentél a kedves MSZ-nek és a családjának, hogy onnan nincs visszaüt. Na jó van, Pákokám, elköszönünk újra, jó? Jó. Szevasz, Pákó, Bauli! 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 Nem neki a legjobb. Boldog, házasodik. Itt vagytok még? Nem viccel, mert hagyd el, még hallgattuk a dal. Olyan jó, hogy mindig ilyen boldog vagy. Na, szevasz! Szevasz, Pákokám, ciao! Sziasztok! Bauli! Bauli, Pákó! Na? Én mindig itt vagyok. Hát tudjátok, én nem fogom letenni az a telefon. Én sose fogom letenni. Imádnak, sose később fölnőni. Istenem, de jó neked, komoly, hogy bárcsak te lehetnék. Istenem, hát bármi történt, ez a jó kedv, ezt komolyan mondom, én te akarok lenni. Tehát itt komolyan, minek nagy dolgokat gondolni az életemben? Igen, imádnak. Igen, és pont azért viszlek magamat, Balázs. Kicsit fenyegetésszerűen. Figyelj, ha én megyek, az nagy buli lesz. Azt szeretni fogod. Voltunk már egy-két helyen így együtt forgatni, meg egyéb, tehát mi jól szórakozunk együtt. Tehát én nagyon kedvelek. Pákókám, vigyázz magadra, csókolunk, szevasz. Köszönöm szépen, sziasztok, Bauli! Bauli! Nem fogja letenni, tegyük el. Szia, Pákó! Szevasz! Szia, Pákó! Háho! Háho! Háho, hóhá! Az a baj, ezt te tízig tolod, meg hogy szevasz, Pákó, bontjuk volna, ciao, hello. Na jó van, imádunk. A nagy klasszikus a gyerekek, nem neki a legjobb. Hát, hogy lehet ezt az embert boldog. Nem szeretni? Hát most komolyan mondom, aki őt nem szereti, az arra ír így, hogy milyen boldog. Mert másra nem tudsz, nem? Tehát imádni való. Imádom. És 1999 van még belőle. Nigériában. Gyorsan elkerestem egyébként, hogy van egy nigériai Nobel-díjat, de van. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázsral.